Sziasztok, ez itt a Bögre Csata... Ó, hogy sem belőle, és nagyon szépen köszönöm, hogy még el se kezdődött, semmi se nem, de már is 200 csírre támogatod a csatornát, nagyon-nagyon király vagy. Február első csírje, I guess. Hogy vagy, Balázs? Jobban, egyre jobban, köszönöm szépen. Mi a helyzet, tök így vagytok, ez a Bögre Csatorna, én Balázs vagyok, és ez itt a remélhetőleg utolsó Warhammer 2 totális vár... Ja nem, utolsó előtti. Tényleg elfelejtettem, hogy szombaton lesz még egy. Várjatok! Átírom, minden meg van mentve, szóval... Tényleg... Búcsú van a kettőtől... Jó, mindegy, maradunk így. Szóval... Szóval, ja, még elfelejtettem, hogy jövő héten is van, vagy szombaton is van még egy stream, mert én már holnap meg fogom kapni, képzeljétek el a Warhammer 3-at, és nagyon izgatott vagyok vele kapcsolatban, és én már a jövőben élek. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy így, hogy ez az utolsó stream, de aktuálisan van még egy. Szia Zsolti, hello Tuvia, mi helyzetük, itt vagytok. Szia Laci, Reximus, szép estét, hello Ösember Lajos, szia Focsok István, hello Revi, mi újság, tök jó, hogy itt vagy. Szia Turul Nemzet, szép estét neked is. Strawberry, szép estét, szia. Szóval, ja, most ez ilyen búcsú pillanatai ezek, meg a következők is. Hol vagy helyett, hogy vagy, ott olvastam, kapsz egy kis pluszt. Ja! Ja, hogy hol vagy? Ja! Értem, mi történt, ősember ős. Hát nagyon szépen köszönöm az újabb csírt. Tehát elsőre azt még azelőtt küldted el, hogy én feltűntem volna, és azzal akartad jelezni, hogy takarodjam ide a seggemmel, igaz? Szia, Adam, az Adam, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Jó, oké, összeraktam itt közel magamban a sztorit. Felvettük ma a podcastot, képzeljétek el. Felvettük a szombati podcastot. Úgyhogy mostantól akármi történik a játékvilágban, az majd jövő hétre marad, de jövő héten is hamarabb kell venni. Az azt jelenti szerintem, hogy a patronusok hamarabb kapják meg, ezúttal viszont a mindenki másnak ugyanúgy szombaton fog kijönni. Te hogy vagy ősember is egyébként? Meg így, hogy van mindenki? Én nekem alakul a kezem, nézzétek csak! Jó. Most kezétek el, most így jobb kézzel fogok játszani. Mármint jobb kézzel, meg bal kézzel egyszerre. Szerintem itt az idő. Most már én úgy érzem, hogy igazából az egér az annyira nem az egész karra nehezkedik, meg támaszkodik. Így szerintem ezt meg tudjuk csinálni okosba. A Warhammer játékok összevonás úgyis működik, ha először a harmadik részt veszel meg, és utólag a másik kettőt? Ja. Mármint működik, amikor majd kijön az összevonás lehetősége, de erre még kb. Őszig nem fog sor kerülni. Úgyhogy majd működni fog. És most is működik, hogyha a Warhammer 2-t veszed meg, és utána az egyet. Szia Frank, szép estét, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Na lássunk, én közben itt a háttérben elkezdem betölteni a kampányót. Ha betölt. Kicsit játszottam azóta a játékkal elég sokat, úgyhogy kicsit vissza kell most mennem. Az 55. körben járunk, képzeljétek el. Ősember, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jelentik azt egy feliratkozást Franknek, nagyon-nagyon király vagy. Frank, használd egészséggel. Micsoda? Valami kis elvakartam a misöpszerűséget. Na mindegy. Szerintem megyünk is bele, nem tudom milyen hosszú ez a stream, azért nem akarom így nagyon leterhelni a kezemet sem, mert holnap egész este dolgozni fog, mert hogy holnap Warhammer napom lesz. Hát ősember, és nem csak az első helyen vagy rögtön a csírekben, de az ajándékozásokban is, mindenhol is szerintem. Most már ez azt jelenti. Na jó, átkapcsolok én itt a programra, és a játékot még nem látjátok, de ami késik, nem múlik, és remélem, hogy kegyes lesz a játék hozzánk, és nagyon szépen fog játszani, vagy látszani, vagy ilyesmi. Ezt kicsit amúgy lehet feljebb. Mondjuk így. Nem, most túlságosan fent van. Így. Így nagyjából okés, nem? Milyen volt a napotok amúgy?
Miközben a játék nem látszik. Szeretném így finoman megegyezni. De be tudom kapcsolni. Hát, amúgy nem tudom. Ennyit láthattok belőle. De ez így jó. Jó, ez így nagyon frankó. Szóval ez működik. Jó, akkor... hát most egyébként bekapcsolom a kijelző felvételt. De csak nem ezt. De hogy elvileg nem kéne. Vagy elvileg majd ez rendbe fog... Jó. Most már ez így rendben van. És akkor valószínűleg majd, hogy majd kikapcsolom jóval később, akkor rendben lesz a sima játék felvétel is. Ja, ez tök para, hogy nem lehet több aktív badge, mint kettő. Pedig lenne neked mit kipakolni. Na, ki emlékszik, hol jártunk egyébként? A bármiben is. Azt tudom, hogy elfoglaltuk itt ezt a részt. Azt nézzétek csak! Elrontott Tyrion, és nem tudott bemenni oda Ivresbe, vagy a Shine of Assurianba, hanem az Ivresziek mentek be oda. Imrik? Hanem Elfarionék, akik egyébként nagyon gyengék. De most nem is velük van a helyzet. Ugye visszavertük az előző részben a káosz támadását, és ezzel létrejött az első, vagy megcsináltuk az első rituálét. És azt hiszem, hogy a következő az az, hogy megtámadjuk Shrake-et, azt mindig elfelejtem, hogy kell ejteni, Shrake, Krace, igaz? Krace-nek kell mondani. Szóval az a következő, meg ugye ellopták tőlünk itt Elirionék, vagy az Elirion frakció ellopta ezt a Tordranilt, ami elég szomorú, de majd jön majd kutyára kamion. Van egy seregünk itt, ez egy sima sereg, Leia Quinn vezeti, és Aleriel pedig itt van, mert velem meg azért indultam el, hogy kitépjük a szívét a Thousand Maw frakciónak. Szia Bubesz, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hello Chap, szép estét neked is. Úgyhogy most próbáljuk ezzel haladni tovább. Nem tudom, hol nincsen egyébként földem. Ez a High Whale, ez az összes, ami nem a miénk, és emiatt így hiszt is mindenki. Ja nem, mert nézzétek csak. Itt van a Dread Fleet. Hát ez egy szépen partra szállt Caledors Response-nál, vagy Repose-nál. A többi helyen... Hát a többi helyen nagyjából rendben vagyunk. De durva, hogy még így is ilyen alacsony ez a szám, a People's Trust szám. Ma műtöttek, szóval... Ma műtétek, szóval még nem a legjobban. Téged műtöttek? Úristen, hát lehet legjobbakat, akkor gyors felépülést. Meg remélem most már akkor akármivel is műtöttek, rendben lesz innentől kezdve. Tényleg a lehető leggyorsabb felépülés, hát mi más lehet mondani. Nekem is van az ismerősi körömben, most ezt így nagyon finoman fogalmaztam. Családi körömben ön, akit tegnap műtöttek. És én meg remélem, hogy a kezem ki fog tartani, és nem kell megműteni. Már valószínűleg nem kell. Valószínűleg nekem most csak az van, hogy megnézik, hogy eleget pihente ahhoz, majd ugye 9-én, eleget pihente ahhoz, hogy összeforjon magától, vagy mindenképpen rá kell rakni a gipszet, és hát én igyekszem pihentetni. Többé-kevésbé. De nehéz az élet. Na jó. Akkor játszunk is, ugye építeni is akarok dolgokat. Például itt ezt, ha megépítem magasabbra, az hogy ezek ilyen nevetségesen kevés pénzt adnak. Tehát konkrétan itt van 99 forint bevételem. Ha megépítem 2500 forintért, akkor felmegy 132 forintra a bevétel. Tehát ilyen 40 forint, az ilyen 50 kör alatt hozza vissza, hogyha jól számolok. Nyilván egyébként ez nem ilyen egyszerű, mert ez majd növelődik még más dolgokkal a későbbiekben. A különböző technológiák növelik az ebből számozó bevételt, de azért ez nem egy matyó hímzés. Akárhogy is nézzük. Jó, ezt most nem fogom megépíteni. Összesen ez a két seregem van. Az izgalmas. Torgárdot, amúgy eléggé vanilla sereg védi, ahogy nézem. Szerintem hadat üzenünk neki, aztán beállunk ide ambusba, és hát ha ő kijön errefelé a következő körben. Aztán majd nem sokára egyébként... Ó, basszus. Na! Rakarth megköti a békét.
Azt mondom, hogy én ezt most elfogadom. Mindjárt elmondom, hogy mi nem tudott az előbb. Szóval ezt most elfogadom, mert Aleriel tudnám jobbra használni, méghozzá azt, hogy Shrace-t, vagy Krayst elfoglaljuk, meg Kotikot is elfoglaljuk, Bobby Kotik, meg utána majd még itt errefelé is húzítgassunk. Nem akarok vele foglalkozni, most őszintén szólva, tehát hogy Aleriel tudnám jobbra is használni, úgyhogy ezt most elfogadtam. A probléma az, hogy viszont konfederálták a barátunkat, akivel így próbáltam én is jobban lenni. Jó, ez nem érint engem, tehát nézzetek csak, itt most már mindenfelé is Tyrion van. Ezen a részen, itt teljesen bekonfederálta. Nem tudom, hogy tudta bekonfederálni ekkora hatalommal, de mindegy. Hát ha bekonfederálta, most mit csináljak? Mi az, szélbankírkel milyen helyzetek itt, vagy mi az a vanilla sereg? Hát, hogy ilyen kis gagyi, ilyen kis basic egységek vannak benne, azok közül is a gyengébb fajta. Na figyelj csak, te állj be ide. Ambush success chance 80%. És megüzenjük a hadot. Tehát azt mondom neked, hogy declare war-e. És itt ugye nem kell ezen izgulni, meg idegeskedni, mint a Crusader Kingsban, hogy jaj, hát milyen alapon? Hát olyan alapon, hogy kell a föld. És mit kell ezen? Mit nem lehet ezen érteni? Mert ezen érkezek a Mysterious Islandre. És én azt szeretném, hogy kampányban jobban teljesítsünk, úgyhogy kaptam casualty replenishment rate-et. Meg egy valami könyvtáros dúdot. De most akkor én ugye teljesen délnek fogok fordulni, és másik irányból megtámadjuk ezt a kimondatlan nevű frakciót, és csak azért kell elpusztulniuk, mert ilyen tök rossz a nevük. Itt van egy másik seregük amúgy. De erre a seregre fogunk elsősorban ráállni. Azt próbáljuk meg bebételni most egy támadásba. Shadow Peak. Valamit pedig kéne ide építeni. Mondjuk egy ilyet. Grove. Szerintem Grove nincs még sehol egyébként. A Grace az pont van, ráadásul itt. De itt tök fölöslegesen van. Akkor rakjuk már át ide ezt a cuccot, és ezt meg romboljuk le. Vanilla az azt jelenti, hogy ilyen teljesen basic alap. Szia GK, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Kiemelted azt, ami történt a legutóbbi streamben? Na lássuk, bekapja-e a horgot a Torgárdi sereg. 80%-os esély van rá. Aha, hát technically bekapta. Csak mégsem, mert mind a két seregét odahozta. Úgyhogy most retreatálnunk kell, mert ezt így meg fognak minket ölni. A jó hír az, hogy viszont kimaradt mégiscsak egy serege, ambush foil, de nyit a 80%-ra, 80% a seggem. Szóval ez a serege viszont kimarad, és ez nem is tud visszavonulni, és ezek nem is érnek el hozzá. Szóval ezt egyszerűen csak megtámadjuk, és ezt simán meg tudjuk ölni. Innentől kezdve. Ez egy decisive victory, mivel első csata a streamben, ezért most lejátsszuk. Jó kis erdős csata lesz. Ah, eléggé hasonlatos ez a két karakter egymáshoz, de ezek tök más emberek. Ezek mind ilyen egyéniségek, meg minden. Kicsit feljebb kéne állítani egyébként szerintem az asztalt, mert most nem esik tökéletesen kézre. Pedig az most elég fontos lenne. Ikrek? Hát nem tudom. Egyik Luci Mojta, a másik meg Laia Queen. Hát most ebből legyél okos. Ez mindig nem elég. Ez már így jó. Jó. Hát nem tudom, emlékeztek a seregünkre. Ma így néznek ki. Igazából itt most levaniláztam a Csórinak a seregét, de azért a miénk sem egy matyó hímzés. Hogyha megnézitek, elég basic karakterek meg egységek vannak benne. Te tudsz ilyen tök jó varázsatokat ellőni. Úgyhogy te menj előre, te meg ilyen szakér vagy, úgyhogy te menj balra. És annyi, hogy nekünk vannak ezek a nagyon távoli barátaink, akik ilyen nagyon jókat tudnak lövöldözni.
jobbulást gékkel. Nem tudom, ez valami... Ez valami belső dolog lehet. Honnan lőttök ti, srácok? Hát, ez nem oké. Amúgy. Tényleg ezek kicsodák. Sima archerök ilyen messzire tudnak ellőni. És ráadásul sima spearmeneket lőnek, tehát azoknak még ilyen izéjük sincs. Pajzsuk, hogy védekezzenek. Muszáj leszek oda menni a hőssel. Meg hát van a másik. Tehát tudsz ilyen varázslatokat. Mondjuk egy ilyen megkínálhatod őket. Na, 3, 2, 1. Nice. Darabokra típik őket a tűzkopó. Mondjad bátya velem, tűzkopó. Oda raktam egy másik varázslatot, az is jó. És be is küldöm a hőst. Egész jó amúgy érzésre akarom. Nem érzem azt, hogy itt izé bármi nagy megerőltetés érni őt. Szóval GG kar. Well done. Közben az IS-ok viszont erőteljesen dolgozzanak azon, hogy az jó IS-éket kikapjuk onnan. Mert különben ezzel nem leszünk előrébb. Még ezeket is kicsit előre kell küldeni. Itt most ilyen IS standoff van. Nem tudom, mit vártatok, egy elf versus elf csatától, de ez van most. Minusz 30 armor. Adjuk már azt oda annak, Lucille Bluthnak. Megkapta? Lement nullára az armor, az valószínűleg segít. És akkor nem tudom, még ilyen, mondjuk ide egy ilyen halas mágiát be tudunk dobni. Szia ragasztódok, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Nem tudom, mikor tűnik el azt miért harcol, mikor már azt írja a játék, hogy menekül? God damn it. Szóval nem tudom, mikor tűnik el a csend, de... Tehát, hogy éljünk minden nap úgy, mintha ezen az utolsó csend, vagy nem tudom. Február 4. Akkor még Ákos streamjén holnap itt lesz a csend. Tényleg, Tuvia? Mesélj már nekem arról, mert ezt elfelejtettem megkérdezni Ákostól, hogy mi lesz holnapi streamben? Te biztos jobban értesült vagy, mint én. De még nem mindenhol, de mindenhol 2x2 van. Azt hiszem. Elfogyott a kávém közben, nagyon jó volt, köszönöm. Mert holnap lesz ugye az Ákosnak a streamje. Ja, és akkor már ígértem a nagy bemutatót, igaz? Hogy mi lesz jövő héten. Hát szerintem, hogy nem is tőle várunk feltétlenül inputot Ákostól, hogy mi lesz. Mármint, hogy neki kéne tudni. Szia, udmolok le, milyen helyzet, tök jó, itt vagy. De hogy szerintem nem rajta fog múlni. Hát az nem rossz kettecskén stream siege-ezni. Mert nem rosszabb úgy általában, mint általában streamelni. Vagy streamelni? Siege-ezni? Én most replay ismertet kérek, mert szerintem ez az asszony harcolni fog a következőkben. Luci Mottának Sanyi. És akkor ő most rá tudna állni akár ide ostromra. Torgárdnak a védelme az nem annyira erős. Én szerintem ugorjunk neki ennek az ostromnak, mert miért ne? Tudunk-e neked adni valamit, ami segít? Nem. Akkor haladjunk a Potential Energy-vel, ami 15 plusz Winds of Magic. Something. Te meg ilyen harcos leszel most már. Úgyhogy mondjuk adj egy kis... Hát az van, hogy nem is tudom, mit kéne neki. Missile Resistance, az mondjuk nem rossz elfek ellen harcolva. Ákos bicsen a helyjány miatt. That sounds like Ákos. Klasszik Ákos. De várjátok, megpróbálok egy olyat, hogy ide beállok, és akkor megint csak jöhet a rátámadás. És közben meg veled... Úgy tudom, hogy elég komoly...
Elég komoly, komoly izéket szenvedtünk el. Lemorzsolódásokat, ahogy nézem. Majd de viszi. Majd de boldog. Szóval lehet, hogy itt nekem mindenképpen először partra kéne szállni, hogy elkezdjem visszatölteni az erőmet. Itt valahol partra tudok szállni? Hát nem igazán. De mi, amúgy miért? Az előbb még tele voltunk, ezt nem tudom mi történt pontosan. Vagy hát Elysiára az a baj, meg nem tudok rátámadni egy körből, mert nem érek el odáig, szóval... GG. Hát akkor megállunk itt, az a baj nem is töltődik vissza, basszus. Hostile Waters, you are Hostile Water. Na mindegy. Ezt megnyitottuk a múltkor, ilyen tök jó cuccokat. Armorral fogunk menni. Igen, Light Ithilmar Armor. Hardwood Construction. Az a cseriotokon segít. Ez a dragonokon, ezek nem számítanak. Greetings, Lord of the Deeps. Nem tudom, letörölte egyébként, szerintem nem, mert van terben azzal is tennivaló. De nem tudom, az meg fog-e valósulni, vagy hát amúgy valószínűleg meg fog, de hogy mikor, azt nem tudom. Pedig az a helyzet, hogyha valakinek ezt ki kéne találni, az én vagyok. Szóval elég gáz, akárhogy is nézzük. Én ide ilyen watchtower-öket fogok építeni, mert én nagyon félek attól, hogy jönnek és megesznek a gonoszk. Jó, ez felép... Nem építem föl, fuck them, nem tetszik. Majd ennek kell egy szabad hely, de attól még messze vagyunk. Ez egy hármas szintű... Áú... dolog, tehát ide akár jöhetne az Elven Court, ami adna nekem plusz 10% bevételt, és ezzel ugye boostolnám ezt is, mert ez annak szám, ez igen, az entity-nek számít. Szóval lehet, hogy itt azzal megyünk tovább, ha már az el van készítve, és ez majd 4-es szinten megadja nekünk az Elven Courtot, most Elven Garden még csak. De hát ez így el van magában, nem? Au. Amúgy nem tudom, miért csinálok olyan nagy ügyet a jövő heti streamelésnek review-jéből, mikor már benne volt az egyik Warhammer videó. Nem jött ki. Sőt, így húzza be az embereket. Na, az olyat viszont nem játszunk. Szóval benne volt az egyik Warhammer videónak a végén, hogy mi lesz jövő heti streamek. De hát, ha valaki nem látta, és majd úgy mondja, hogy what? Ilyen tökre egy megdöbben, hogy úristen! Hát ez hihetetlen. Én most itt körbe veszem. És majd ha kell, akkor megtámadjuk, de hát ha ő támad ki, bár mindegy, mert kis terület, tehát igazából mindegy. Nem lesz ostrom belőle, és nem lesz város sem belőle, várostámadás, és még ez sem elég? Hát ilyen örülve kijöhetünk volna teljes sebességgel az előző körben. Ez itt tök butaság volt. Na mindegy, elfoglaljuk ezt, aztán elfoglaljuk még a Sanyit, Kotikot. Vagyis Robertet, Kotikot, és utána pedig, hát elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Bár szerintem akkor meg pont oda fogunk érni, hogy jöhet egy újabb mágia. 754, 183, nem, bocsánat, 754 van, és 1060 kell, és most kapok körönként 20-at. Jó, mondjuk az... Az lehetne több is. Bármikor felvehetem a Sword of Kane-t, amikor csak oda kell vinni hozzá az emberemet, és a fingertipsemnél van a napnak az ereje. Hétfőn még nem mondtam el, hogy mikor lesznek a streamek szerintem. Csak kiraktam különböző helyekre. De még az sem maga a grafikát, az csak a patreonusoknak. Whispers in the Morning Chorus. Kint hagyod a Donald... Ó, basszus, igazad van, ősember, és dehogy hagyom kint. Ez már... Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített ebben. Úristen, jaj, ne. Ó, fuck. Vagy én mennyire rohadtul gyűlölöm a kijelző felvételt. Ó, hát... legjobb. És látjátok, most nem működik. A játékfelvétel. Szóval igen, ezt le kell venni, ez már nem aktuális. Subcél, nem, Streamlabs, nem ez, melyik volt ez?
Ez. Szabcél, akkor szabcél volt. Jó, törlöm is. Nem kell ezt ide, nem kell ezt sehova aktuálisan. Köszi szépen, és ősebből is szóltál. Na, közben itt valami temetés történik. Beszélhetek, és a temetésen, és akkor 40%-a drágább a fenntartása a chariot unitoknak. Vagy kulcsba maradok. Nem, tiranokot ellátom a dicséretemmel, akkor 18 influence és minusz pénz. Vagy elmegyek a temetésre, de nem szólok egy kummantó szót sem. Minusz 3 influence és plusz 5 dipro relation. Vagy nem ismerek el a temetés, és tök olcsó lesz a fenntartása a chariot egységnek. Nincs olyan sok chariot egysége, nem szeretem őket. Szerintem ez az attend by say nothing, ez tűnik a jó diplomatikus megoldásnak. Jó. Csak most elvileg Elysiát meg tudom ostromolni. Sőt, ez egy nagyon-nagyon decisive victory lesz. Nem is érdemes lejátszani. Egyetlen probléma az, hogy nem töltődik vissza tőle túlságosan semmi. De azért csak elfoglalom. A következő körben viszont igen. Oh, Grace, my lord! These brutish nomads are strong as they stupid. But do not underestimate them. They are hardly warriors and will cannibalize any foe that dares to cross them. Mégis csak nagy készülés van itt a Warhammer 3-ra. Hát felbérelünk ogrékat, tehát hogy a VR-ban bérelnénk fel ogrékat, tehát hülye vagy? Hát persze, hát give them to me. A rangeröknek a kárral fogom felbérelni legalább egy ogrét. Te halott vagy? The rangerök, I don't care about the rangers, a rangerök kakik. És a következő körül meg ugye itt fel fog húzni három embert, meg Tarakkarét amúgy védik elég szépen, de az is kevés lesz, főleg, hogyha hozom az ogréimat. Ó, ogrék. Van elég pénzed? Van. Rengeteg pénz. Jó, nem rengeteg, de it's fine. Bonus versus large. Ó, ez egy tök jó dolgok. Legyen a Winds of Magic, menjünk a varázsolgatásra. Azt hiszem, hogy Aleriet eléggé belállítottuk abba, hogy sokat varázsoljon. Szóval ez lesz az elképzelés. 3500 forintom van, csak arra kell figyelni, hogy most ne költsem el véletlenül mindenfajta hülyeségre. De nem is tudom, mennyibe került az ogre. Ilyen 750-nél, mert azt hiszem kapni ogrét. Joe is kap egy pontot, ő pedig, ugye ezt már kimaxoltuk. Úgyhogy maradnak itt ezek. Stimulate growth. Hát nem, én most a csatában szeretném, hogy ilyen sebeket okoz. Mit szólsz hozzá? Itt nem támadtak ki, szóval önként választották a kint. Most ahhoz, hogy elkezdenek lemozsolódni, kell még 5 kör, én azt nem biztos, hogy meg fogom várni. Csak ilyen pűrosz írja nekem a győzelmemet. És a rangerök meghalnak, az igazából se bú, se kár. Ha nagyon őszinte akarok lenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 távolság. A lovasságat nem tetszik nekem. Végül is most nem sejtek sehova, hogy kiváratjuk azt a 6-7 kört, ami még itt hátra van. Rich and prophecy completed, plus 10 highest. Tök jó. Akar-e valaki velem egyébként kicsit szorosabb kapcsolatba kerülni, mert ezt nem néztem már egy ideje. Ő például nem, és azt mondta rám, hogy your kind. Mármint nem az, hogy kedves vagyok, hanem az én fajtám, ami elég fura hallani egy másik elftől. Na, ezek nem fognak csatlakozni a konfederációba egy hamar. Ezek is csak akkor, hogyha már egy közel vannak a pusztuláshoz. Á, szomorú ez. Szia, komád vagyok, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Mondjuk annyi, hogy lehetne javítani a véleményüket rólam. Azzal, hogy küldök nekik, mondjuk veletek így Mizu. Nulla. Jó, akkor küldünk a Shakkarának, a tiranokéknak egy ilyen intríget. Tiranok. Most van elég sok ilyen pontom. Úgyhogy feldobtam így 50-nel, az cseh. Érezzék a törődést. Jaj, hát és ti várjátok-e már a Warhammer 3 megjelenését? És kivel szeretnétek? Kivel fogtok elkezdeni? Ja, jut eszembe, van szavazás a YouTube-on, hogyha esetleg nem láttátok, kiírtam egy szavazást,
hogy kivel szeretnétek elkezdeni majd, hogy én kivel kezdjem el a kampányt, a YouTube-os kampányt. Az Order frakció, az Order van most megkérdezve, de egyébként ne csapjon be titeket, természetesen lesz káosz oldali móka is. Na, ogrék, my lord! Jaj, de szépek! Azt mondom, hogy most mindenket fel tudom bérelni, pontosabban bármiket fel tudom bérelni, csak a lehozásuk lesz majd kérdéses. Na most nekem inkább ilyen okra lehetőség miért nincs? Mert az ogrék azok nem rend oldaliak. Azok neutrálisok. Lehetne ez két lovasság? Nem is káosz? Hát igen, ezért semlegesek. Nem. Hát jó, ragasztólag, nem baj. Van a dual weapon. Ez ugye... Ez dual weapon, ez meg great weapon. Meg van sima ogre és pisztolyos. Ebből is csak egyet fogunk felhasználni most. Szerintem a lovasság király lenne. Mert ilyen igazi, nagyon odacsapós lovasság, mint amilyen a Mournfang Cavalry, az nem nagyon van nekünk. Úgyhogy én őket választom. Pikachu, téged választalak. És akkor ide be is fogunk állni egyébként ambushba. Itt ilyen ambush Attilenset játszunk, és én fel is bérelem őt. Hát amúgy jó pénz, de nagyon megéri, mert nagyon erős lesz, és nagyon kövér is. Szóval én együtt érzek velük, mindannyiukkal is. Azon csodálkozom, hogy itt amúgy a gain wheel az nagyon lassan növekszik. Még mindig csak 2 pop surplusunk van, ez nem maradhat így. Tehát muszáj akkor egy homesteadet megépítek ide, Evershale-be, csak fejlődjünk már, basszus, most sose fogunk odaérni, hogy ebből legyenek ilyen tök jó épületek, meg jó egységek. Majd nálad nézem a Warhammer 3-at, Dying Light 2-t meg Pistin, és Detonál egy székelműlegotot. Én ezzel abszolút együtt tudok élni egyébként. Szóval ez nekem tetszik, ez a felosztás, ősember Lajos. Én már számolom vissza a napokat, és közben sírtek Karl Franzal, hogy be tudjam fejezni a mostani rend. 350 körnél erődnék, van hátra egy kicsi. Igen, február 17-től megjelenés, viszont itt a streamen már, vagy itt a Twitch-en, mi már február 10-én elkezdünk játszani, mire sőt YouTube-on is. Közben Throt hadat üzen nekünk, és fogalmam sincs, hol van Throt. Vagyis, de tudom, itt van valahol Throt, sőt itt. De hogy ez hogy jövök én ez az egészhez, azt nem értem, de oké. Okay. Nagyszerű. Hát majd szólj, hogyha itt vagy. Kijött ő, de hogy igazából... Ilyen bután. Nézd, csak pont el tudom őt kapni, és ő már nem tud elmenekülni, úgyhogy próbáljuk ki ezt a Mournfang Cavalry-t, hogy szétverjük a Silvering Guard-ot. Mert nektek ilyen nektek van egy Silvering Guard? Az tök menő. Na mindegy, most meghaltok ettől függetlenül. Igen, nem tudnak elfutni, decisive victory. Úgyhogy legyen egy kis nagyon pici glimpse a Warhammer 3-ba azzal, hogy most az ogrékat bezavarjuk oda. Mi a Versus Liga Poé? Téli olimpia is indul. Jaj, akkor most fognak az oroszok támadni? Igen, komád vagyok, ha megveszed a... megjelenés előtt a játékot, akkor automatikusan megkapod az ogre pakkot. Az ogrékról van külön videóm, hogyha érdekel. Forbidden Horizon West az meg mikor érkezik amúgy? Amúgy meg nem. Amúgy meg megveheted külön. Nem tudom, hogy mi fog kerülni. Mondjuk $10 vagy $12. Na nézzétek csak, itt vannak a Mournfangok. Jaj, de hát olyan szépek, mint egy új traktor. Hát nézzétek már meg. Hát nézzétek már, mi szép népség. Jó lesz velük játszani a Warhammer 3-ban is. Vagyis hát ezek a Mournfangok pontosan. És ezek meg az ogrék, akik a Mournfang Cavalry-n ülnek, úgymond. Február 18? Hoppá.
Hát ez most amúgy nagyon sűrű ez a február megjelenések szempontjából, ha belegondoltok. Illyrian River Archer. Nem, nem, ti nem fogtok előre menni. Ez egy borzasztó ötlet. Nem is tudom, miért tartom ezeket a lovas ijászokat. Teljesen fölöslegesek. Meg a War Chariotok is teljesen fölöslegesek. Ez sok lovasság. Mondjuk, ha őket átküldöm az erdőn, akkor lehet, hogy akár még meglepetést is tudunk okozni, viszont az a helyzet, hogy túlságosan elő vagyunk. Ez így nem lesz jó. Tehát ide, mondjuk. És akkor te onnan ijászkodsz, te onnan varázsolgatsz, és akkor megint csak a lovasságot. Hát végül is ti jöhettek ide, majd hátraléptek, hogyha muszáj. Hol van a lovasság? Itt van a lovasság. Ti meg ide, mondjuk. Ja, a Path of Exile, ja, így már megvan, így már megvan, ismerős. Ja, arról sokat hallottam. Annyi, hogy amúgy így neki van magaslat, de hát istenem. Ja, nem hoztam vissza az ogrékat, akkor az ogrék menjenek be az erdőbe. És akkor eltűnnek a szem elől egy picit. Nem tudom, hogy most lát-e engem, de én látom őt. És várjuk őket szeretettel. Hát azt mondom, hogy annyira menő ez a játék, hogy ez hihetetlen. Tehát konkrétan, mikor én megnéztem a gyűrűk urát, hát akkor én erről álmodoztam. Imádtam azokat a hatalmas, epikus ütközeteket és csatákat és mindent is. És ez a játék, ez az. Ez konkrétan csak akkor lenne tökéletesebb, hogyha gyűrűk ura lenne. De ennyi. És akkor sem lenne tökéletes, csak máshogy lenne tökéletes. Azok ott Lodern Seaguard Shieldek, vigyázni kell a lovassággal. Cice taxi. Köszönöm. Kaptam mentetáját. Na közben itt figyelni kell, hogy a Mornfanget bedobjam. Ó, oké, jöhet is a Mornfang. Mert észrevették őket. Hát amúgy nem ideális, hogy a Lodern Seaguardok ellen küldöm őket. Jobb lenne, hogyha mondjuk a rangeröknek állnának neki. De amúgy megtehetjük, megvan hozzá a technológia. Te kezd el lőni őket, és akkor itt küldjük nekik. A rangeröknek. Most sajnos így oldalba kapják a tüzet, de nézzétek azt a charge-ot! Would you look at that charge? Oh yes! Idióták. Azt hittétek, életben maradtok mi? A Mornfang Cavalry-vel szemben. De hogy ezek charge-ba bele tudnak állni. Ugye nekik azért sokkal jobb esélyük van, de nem sokkal, tehát az... Áj! Ez a legjobb valaha. Jaj, egy kis varázsadot adjunk már be nekik. Nem tudod odáig eltolni. De azért próbáld már meg-e. Kolminak köszönöm szépen a bekövetés időközben, tök jó, hogy itt vagy, mi a helyzet. Szóval az életben maradt rangeröket kéne megölni, srácok. Vagy bárkit, aki még megmer ide állni. Annyira jó lesz az ogrékkal csapatni a háromban. Hát nézzétek meg ezt a pusztítást. És még azokat is éri, pedig nem is azt támadtam, de hogy azt mondta, hogy hát tudod mit? Miért is ne? Miért is ne adnék azoknak is a pofájukba egy keveset? Érezzék a törődést! Ó, hát az még életben maradt, de hogy? Megint csak felmerül a kérdés, hogy, mikor már ki van írva rá, hogy menekül. Totóval játékhoz is van gyűrűk ura mod. Az egyik az a Medieval 2, a másik pedig az Attila talán. Csak nekem a modok, tudod, mindig ilyen vagy működnek, vagy nem. Én azt szeretném, és amúgy állítólag van rá egész jó esély, hogy kijöjjön egy hivatalos, tökéletesen csiszolt és ilyen szinten elkészített Lord of the Rings mod. És ha belegondoltok, hogy a Total War
most a Warhammerre bebizonyította, hogy ezt mennyire jól tudja csinálni, és az Amazonnak meg szüksége van most Lotru játékokra, hiszen most jön ki az új Lotru sorozata, és fel kell körülötte a hype-ot majd kelteni. Szerintem ez egy gyufa, ami a Mennyországban készült. Tehát ez tökéletes lenne így. Tehát ott van a piaci szükséglet, vagy igény, ott van a gazdasági igény, és ott van a szakértelem, és ott van a minden is. Szerintem ez tökéletesen együtt működik innentől kezdve. Jó, én... hát nem is tudom, melyik legyen. Igazából egyikre sincs nagyon szükségem. Ha ezt veszem, akkor visszatöltjük a rangeröket, de azok felől meg is dögölhetnek. Úgyhogy kérek pénzt. Elder Scrolls is jöhetne. Igen, szia Colmi. Köszi, hogy itt a chatbe is csatlakozol. Igen. Amúgy kb. Minden jöhet. Annyira frankón és annyira királyul áll a fantasy a Total War-nak. Persze a történelem is, és lehet, hogy kicsit egyébként tőlem furán hangzik, hogy ennyire imádom az ötletet. De hogy én őszintén szóval szívesebben látnék egy jó fantasy franchise-ból egy Total War-t, mint egy Medieval 3-at. Mert hogy az is tök jó, hogyha mondjuk egymás mellett fut. Tehát van egy fantasy, meg egy történelmi, de a történelmiben nehezebb olyan elkurított dolgokat behozni, ha értetek, mire gondolok, ilyen elszállt dolgokat behozni, mint a fantasyben. És itt ez nem csak a csatákra, hanem a játékmechanikákra is vonatkozik. Game of Thrones. Jöhet a Game of Thrones, csak ott is az van, hogy ez szinte olyan, mint a történelmi lenne. Á, 40k szerintem nem működne. Szia, Relapka, mi a helyzet, tök jó, itt vagy. A 40k szerintem tökéletesen működik ezekkel a squad alapúkkal, de ilyen nagy csata szerintem nem. Megnézném, persze izgalmas lenne. De én úgy érzem, hogy ahhoz például jobban áll az ilyen űrcsatázás, mint ami a Gothic Armada, meg az ilyen squad alapú, mint ami a Dawn of War-ok voltak. Nem, első világháború, nem. Ugh, yikes, nem. Az inkább Grand Strategy. Jobban vagy? Jaj, nagyon örülök neki. Akkor mind a ketten együtt gyógyulunk, vagy valami ilyesmi. Miért nem lenne az első világháború? Mert mi a vihar csinálsz benne? Tehát azért értem én, az első világháború az is squad alapú. Tehát nincsen, hogy egymásnak megy 5000 ember kivont kardokkal, még ha az első világháborúban volt is egy néha ilyen, de a legepikusabb csata is az volt, hogy lőtték egymást, csak nem találták el. Még így ültek egymást, aztán beágyazva a mocsárba 5 éven át. Nyilván voltak olyanok, de szerintem onnantól kezdve, hogy modernizálódott a háború, onnantól kezdve nem működnek a Total War játékok vele, mert ez egy egészen más stílus. Én ezt érzem őszintén. Ha nem mennének le a fantasy vonalra, akkor eléggé nagy ziccet hagyjanak ki a srácok. A Warhammerrel még tovább mozottak be, szerintem a Total War kedvelői közé. Egyrészt ez, de a másik irányban még jobban működik. Tehát nem véletlen, hogy ugye amikor elkezdődött ez az egész felfutni, így a Warhammer 2 kapcsán, nincs itt Tyrion, pedig ő tudná. Akkor körül volt, hogy így meggyilkolták az Old World-öt a Games Workshopnál, és mondták, hogy az Old World halott, stb. És most konkrétan azért mennek vissza az Old World-be, meg azért térnek, és bővítik az Old World-öt, meg élesztik újjá gyakorlatilag a Games Workshopnál, az Age of Sigmar mellett, vagy helyett, mert olyan elképesztő siker a Total War Warhammer trilógia. Tehát, hogyha nincs a trilógia, akkor az Old World-nek sanyi. Mellette.
ja, mellette, szóval nagyon durva, hogy ez gyakorlatilag single-handedly hozta vissza az életed beléje. Én nem akarok ostromolni, nagyon őszinte leszek veletek, úgyhogy megvárjuk, még elkészül az ostromtorony. De végül is nem kell, mert visszatöltődnek így is egy pillanat alatt valószínűleg az egységek. Végezzünk itt ezekkel a srácokkal, és akkor menjünk tovább, mielőtt még azt is valaki bekonföderálja itt a kotikékat. Tehát látjátok, gyakorlatilag nem... Most ebben a körben töltődik, majdnem mind visszatöltődik. Következő körben meg... még nem is leszünk ott a határon, már max erőn leszünk. Elég durva cucc, nagyon durván gyógyítunk. És a Gift of Isha nincs is beadva egyébként. Az a durva. Itt zajlik az ostrom, ezzel viszont itt el vagyunk egy darabig még. Ja, még egy kör, hogy elkezdjenek leporladni, vagy lemorzsolódni. Én őszinte leszek, ezek nekem mondjam, nem jönnek be ezek a rájtok. Ezek akkor jó, hogyha recruitment van, de hogyha specifikusan ezeket akarok recruitolni. Ez nem rossz. Oké, az Invocation of Asurian az nem rossz. Oké, az legyen. Főleg a Public Order és a Construction Cost miatt elég jó cucc. De ez tényleg úgy ki, hogy akkor mindent is építünk abban a körben. Ami most nem most fog még előfordulni. Úgyhogy majd beadom valamikor. A Warcraftot nem fogja adni egyébként a Blizzard. Ennek a frakciónak mi is a saját mechanikája? A Court Intrigue. Hogy így tudod javítani a többiek... Na mi van? Na most itt mit kell néznem? Ja, jön egy Blood Voyage. De én nem vagyok háborúban szerintem velük. Ja, de... Oké, jön egy Blood Voyage, ez némileg gond. Szóval a külön mechanika az ez. Nem ez. Ez, hogy Intrigue at the Court, és akkor tudom javítani a influence felhasználásával a többi frakciónak a véleményét rólam. Ez egyik, a másik az kicsit másfajta, kevésbé látványos, de hogyha valakivel van megállapodásunk, ilyen kereskedelmi megállapodás, akkor rálátunk a földjeire. Gyakorlatilag eltűnik a fog of vár. Ja, Arielre. Arielnek pedig az van, hogy van a Defender of Ulthuan, hogy attól függően, hogy mennyi százaléka van Ulthuannak idegen kézben, nem High Elf kézben, kapunk bónuszokat vagy máluszokat. Míg a másik az pedig, hogy amerre jár, itt látható, hogy ad egy ilyen bónuszt, azt a szívecskéset, Power of Nature, most jelenleg itt plusz egy influence, plusz 3 public order, ugye ez mindenhol ugyanaz, viszont ez elfogy egy idő után, tehát például itt már régen jártunk, ezen a belső részen itt már nincsen, itt még 6 körön át van, itt meg 9 körön át, úgyhogy nagyjából ez van. Most az a terv, hogy akkor Alerielrel elindulunk erre, és megtámadjuk őket, és neki van egy darab nettó, egy városa, kettő, oké, meg ott van egy serege. Jó, Elysiánál fogunk hajóra szállni. Itt meg megnyerjük ezt a csatát Torgárdnál, és aztán meg mint a vihar átjövünk ide, olyan sebességgel védeni Toráleket, de igazából úgyis Tordranilt fogják megtámadni, és remélem Porig is rombolják, mert akkor visszafoglalhatom. De amúgy itt van Tyrion ráadásul maga. 10-es szintű Tyrion? De van egy Deloria, aki szintén 10-es szintű, az enyém az 15-ös szintű, a fő a másodlagos 10-es szintű, szóval nem vagyok annyira lemaradva. Elkezdtek Torgárdnál lemorzsolódni, még azért szükségem van egy körre legalább, hogy itt igazán jól alakuljanak a dolgok. A technológia pedig... Most már kifogytunk az igazán jókból, esetleg ezek. Az, hogy Lotten Seagard fenntartás mínusz 5%, meg recruitment cost mínusz 10, ez hasznos, meg ez tök jó. Menjünk ezzel, bár nem vagyok úrult nagy rajongója. Kaptam egy küldetést viszont, és ezt viszont meg kell csinálni, hogy vegyünk fel egy Handmaiden hőst. Oh, én is tudok Silver Ingardot. Akkor... Never mind. Szóval egy olyan híró kell, aki Handmaiden, és Handmaidenhöz Handmaiden's Gallery kell, ami egy 3-as szintű épület, önmagában álló 3-as szintű épület. Tehát, ki vidéken fel tudom építeni. Mondjuk ide tudtam volna, na mindegy.
Ide viszont tudom. Ah, tökéletes. Mármint tényleg tudom? Lehet, nem tudom. De igen, Handmaidens Gallery. Jó, itt pont meg is tudom építeni. Nagyszerű. És akkor utána le tudom ott húzni a hőst, és az ad nekem pénzt. Inner region lost. Ajajajajajaj. Ez egyre rosszabb lesz. Kaptunk egy mage-et, de miért? Nem panaszképpen mondom, csak így kérdezem. Hol foglaltak el mit? Mert azt mondja az in... Ah, itt van, Reaver's Mark. A Thousand Mark elfoglalta ezt. Az a baj, vele nem vagyunk háborúban. De most, ha abban lennénk... Csak képzeljétek el, mire lennék képes. Jó, én ezt autorezolvolom, és akkor itt végeztünk is. Simán csak elfoglaljuk. És megint csak visszatöltődünk baromi gyorsan. És Krace-nek vége is van. És a következő körben elindulhatok errefelé Toráleket védeni. Bár Toráleknek alapvetően szintén van egy nagyon jó védelme. Na most itt elvileg kaptam egy hőst, igaz? Itt is van. Gandalfának hívják. Hát ez nagyon izgalmas ez a név. Na, honnan inspirálódtál ehhez a névhez te? Ja, és maga Rakart van itt. Ajajajajajaj. Hát ez igen rosszul hangzik. Ehhez Aleriel-le lenne szüksége ez a melóhoz. Viszont neki most dolga lesz itt. Most ha én például ide jövök, akkor nem fognak megtapsolni miatta. De Torkoruálit el tudnám foglalni. Torkoruálit hát védik végül is sokan. Meg ez a sereg is. Ez egy 10-es sereg. A védő az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát 20 versus 20 lenne. Csak annyi, hogy őket még a falak is védik. Mindegy, ide át kell jönnünk, az biztos. És aztán meglátjuk, hogy hogyan lenne érdemes ezt a későbbiekben csinálni. Megpróbáljuk megint esetleg az ambust. A commandment az itt legyen... Public order az magas, az nem gond. Nincsen semmifajta káosz korrupció. Úgyhogy jöhet egy good old fashioned... Construction cost csökkentés és növekedés, igaz? Mert inkább az most nekünk a célunk. Shadow Peak. Shadow Peak-et építsük fel 3-asra, mert akkor a Gem Mine-t fel tudjuk update-elni Gemcutter Atelier-re, ami pedig technológiát fog megnyitni. Ha ezt csinálnám, vagy ezt fejleszteném, ez nem ad semmi extra, tehát nyilván akkor ezt tudnám felvinni 3-as szint, az csá. Itt viszont még a lovasságot is fel tudom vinni, és kapunk Silver Helmeket. Jó, hát én azt értem, de mi van még? Mikéla, te ki is vagy? Ja, itt, igaz. Kapsz egy jó kis... Te harcos vagy elsősorban, de a replenishmentet azt el tudom képzelni, hogy a replenishmentből sosem lehet elég. És a másik pedig Laia Queen, nem nagyon szeretünk neki páncélokat, meg hasonlókat. Pedig tök jó lenne. Lassan dedikálni kéne őt valakihez. Sphinx Guard, Swordmasters of Hoth, Dragon Princes, ez a Warlion, szóval nem nagyon lesz. Spearman Ranger és Archer, ez ilyen basic seregnek. Dragon, Lodern Seaguard és Chariot. A Lodern Seaguard az úgy jónak tűnik, rengeteg Lodern Seaguardunk van. Ami azt illeti egyébként, ide felvehetem a Mournfang Cavalry-t. Sőt, még mellette még egy valakit. Vegyük Freedom a másik Mournfang-et. Ugye két Mournfang-et kaptunk az előzőben. És akkor viszont így, hogy láttam, hogy sok a Lodern Seaguard, ezért menjünk ezzel. Mert ez őket így segíti alapvetően, és most tudjuk, kicsit olcsóbb is lett a fenntartás. Punk 25-25-nek köszönöm szépen a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Hát ez remekül hangzik. Rá kell állnunk az ostromra. Ha kitámad, akkor nyert tudjunk van, ha nem, akkor viszont jó sokáig itt fogunk állni.
Na, azt miért nem tud... Ja, bocs. Nincsenek szövetségesei. Attól félek, hogy Cloven Blood Gorge el fogja foglalni azt. Hát akkor majd megöljük Cloven Blood Gorge-ot. Szóval lehet itt pattogni, csak éppen minek. Egyenesen ráálltam, mert különben lehívna egy egységet. És azt most nem engedhetjük. Illetve annyi, hogy... ezeket építsük meg, hát ha akkor kicsit jobb lesz ez az ostrom. És esetleg meg is tudjuk indítani. Hoppá, megint elfordult a térkép. Ezt mondjuk nem bánnám, hogy javítanák a harmadik részt, hogy ne forogjon magától a térkép. Vagy ha igen, akkor könnyű legyen visszaállítani. Mert most csak így próbálkozom. Ez nem egyenes. Hát ez végképp nem az. Hát ez egyenes nem lesz már. Várj, ah, tudom amúgy, így kéne. Na, na, na. Nem így. Na, hogy lehet forgatni a térképet? Pedig esküszöm lehet. Nem lehet átforgatni a térképet, csak húval meg... ével. Hm. Izgalmas. De csak most azt mondtam, hogy átzúzunk a másik oldalra, mert jön majd a Blood Voyage, és azokat készen kéne fogadni. Még nem érkeztek meg. Viszont ha jól látom, akkor nem sokára Sanyi lesz itt a Rakarthnak, mert érkezik Tyrion a nagy seregével. És a Reavers Markot el fogja foglalni, ami megint csak nem egy jó hír. Én megpróbálok vele így nagyon jóban lenni. Tehát annyira jóban, hogy önként is dalolva csatlakozzon be a népszövetségbe. Zajlik most egy... Nem zajlik izé... rituálé, és mégis olyan a... Vortex, ez fura. Szóval... kit akarok? Tiránok. Tiránok, improvoljuk. Egyszer, improvoljuk még egyszer. Most már csak nagyon kevéssel növekszik, de növekszik ettől függetlenül. Gandalfával meg elkezdhetek esetleg TP-t szerezni azzal, hogy mondjuk elkezdem ölni őket. 30% esély van rá, de hát itt inkább a tapasztalat a lényeg, mint a siker. Ettől függetlenül sikerre jártunk. GG Gandalfa. Úgyhogy olcsósítjuk is az ő dolgait, jó? És a maradék pénzből pedig... Hát mit tudnék még építeni? Hát maximum ezt. Ó, te ki vagy? Liesl von Falkenstein. Őről nem volt már egyszer szó egyébként? Hogy egy szeret megtámadni, csak úgy, viccből. Remélem megint megtámad így viccből. Mert ott benn nincs senki. Azért lenne remek. Szeretnél defense... Tehát ilyet nem csinálunk. Vagy csatlakozol hozzám, vagy nem. Ezek az opciók. A Blood Voyage partra száll Tord Ranilnál, de vele nem háborúzik. Szóval nem tudom, mi a vihart fog csinálni. Velem sem háborúzik a Blood Voyage. Ó, hát akkor easy. Akkor teljesen fölöslegesen jöttem ide vissza. Akkor segíthettem volna itt az ostromot, vagy Misnárra mehetnék addig. Akkor viszont menjünk már és szálljunk tengerre. És megpróbálom addig bevenni Misnárt, mert Misnár viszont Kotikhez tartozik. Szóval nem akarom, hogy ezt valamilyen besti elfoglalja, mint Cloven. Cloven egyébként elindult a másik irányba, szóval egyelőre chillnek tűnik a srác. Pedig folytassuk a pusztítást, de nem tudjuk, mert gondolom mostanában történt előrelépés. Te mit csinálsz amúgy? Clans Corruption. Discover Undercities. Steel Tech. Ó, az mondjuk tök jó lenne, de szerintem ezt a következő körre kell hagyni. Például a technológia lopását. Ha elnézem most, nem vagyunk annyira lemaradva, Hexuatul vezeti itt a rituálét, de most az van, hogy be is fogunk. A Blood Voyage már is elpusztult. GG. Szóval amint lehetőségünk lesz, azonnal beadom most, és akkor a káosszal meg megküzdünk. Annyi, hogy kéne még egy sereg. Egy sereg van jelenleg, vagyis kettő sereg van, amire fel tudjuk használni.
Itt most szerzünk némi TP-t, meg pénzt. Hát elsősorban mindkettőt. 6000 forint és egy ogre penge. Szóval jó cucc. Increase trade. Csak az, hogy ezzel nagy rész külföldön leszünk, de whatever. Ezeket ki fogjuk kerülni, beveszünk Misnát, aztán hazaküldjük ezt a sereget, és utána ki kell majd állítani még egy sereget. Mert hogy három seregre mindenképpen szükségünk lesz ahhoz, hogy majd az érkező káosznak megállt parancsoljunk. Tök sok pénzem van, és nem igazán tudom mire elkölteni. Gandalf, te tudsz már valamit csinálni? Teket tudsz lopni, kiváló. És ez most meggyorsította a tekünket, ami 110%-os volt eddig a research-ét, most már 130%-os. És akkor megint csak specialista, tehát egyre olcsóbb és olcsóbb lesz az ő technológiája. Az új sereg, az a baj, hogy még nem biztos, hogy fent tudjuk tartani az új sereget. Majd talán az újjal, hogyha bevesszük Kotiknek az összes területét, akkor talán összejön annyi, hogy elég legyen. Mennyire fosnak tőle egyébként Rakártól? Teljesen jogosan. De nézzétek meg, egyszerűen nem meri például itt Gil-galion itt már szedi össze a seregét, de még ez is kevés lesz. Mert közben hatalmas bestiák vannak itt. Megpróbálom megkönnyíteni a dolgukat azzal, hogy megölök egy-két hősüket, de sajnos ez failure lett. Na és amint megvan a specialista, elkezdem javítani a hozzáértését ehhez is. Nézzétek csak! Itt van Pusztin. Pusztin ráadásul, ahogy nézem, gyors sebességre kapcsolt. Na most csinálok egy gyors mentést, és nem próbáljuk megölni Pusztint. Ha minden igaz, akkor most el tudom kapni, és ha legyőzik, akkor elpusztul az egész serege. Skavenek ellen még úgyse háborúztunk ebben a kampányban, vagy csatáztunk ebben a kampányban. Hát azért a távolságiak nagyon szépek. De nagyon hamar össze fog omlani szerintem az első sor. Ezek a meat shieldek, 56-os leadership mondjuk az jobb, mint egy általában a Skavennek. Van egy darab stormverményük. Ezeket kéne megtalálni. Valószínűleg egyébként most a Mournfang Cavalry-t fogjuk használni arra, hogy oda csapjunk nekik. Pont a hegynek a két oldalán, hát az nem ideális. Jó, gyere. Jó. Kivettem a teatojást. Na, de legalább láthattuk Skaveneket is. És nem tudunk felmenni a hegy tetejére mi. Az a baj, hogy be tudunk állni ennek a hegynek így, mondjuk így. Csak akkor meg nekik is ugyanúgy lesz távolsági előnyük. Az biztos, hogy te mondjuk bejössz az erdőbe. Meg a másik lovasság, itt nem volt lovasság, nem ez a másik sereg. Jó, akkor mindenki más pedig. Elmegy skandináv lottót játszani, sose mondjuk meg ezt a point. Ez egy egész jónak tűnik, sok szempontból. De mondom, nekik is lesz egy előnyük. Az meg nem éri meg, hogy megpróbálni elfoglalni ezt a dombot, mert az butaság. Úgyhogy várjuk itt szeretettel őket. Még esetleg előre küldök néhány ijászt, akik mondjuk így nem lennének elől, hogy ők el tudjanak kezdeni dolg. Ez az erdő, ez így nem jó helyen van. Akkor csak annyi, hogy te gyere hátrébb egyel, és te pedig előrébb, és akkor talán nem fogja meg az összes fa a nyilakat. Ha amennyiben a rangereket elveszítjük, se bú, se kár. A rangerek idióta szendvicsik, ezt megbeszéltük. Na és jönnek a kis Skaven barátaink. Warfire Thrower-ekkel például. Hát remélem, hogy legalább egy-kettő ilyen nagyobb egységet el tudunk bizonytalanítani a támadástól.
Ezek a Skaven Slavestingerek, ezek nem számítanak. A Warpfire Thrower-ek már annál izgalmasabbak. És akkor kb. Ezt így kell képzelni. Lassan el tudnak kezdeni lőni az IS-eink. Kicsit jobb a hatótávuk a mi IS-einknek, mint az övéknek. Pont itt van egy Spearman. Azok észre fogják venni a Morfanget. Ó, már észre is vették őket. A Rattling Gunok sajnos. Próbálj meg ott kijönni. Elnézést, Mr. Patkányok. De megsorozzák, basszus. Ez mindjárt menekülni fog. Tudunk ennek adni valamit? Hát nem nagyon. Lehet, hogy ezek ennyik voltak, ezek a Morphin Cavalry. Ne, támadj. Gyerünk, ez az. Jó. És visszajött azonra a moráljuk így, hogy most már charge-olhatnak. Jó, ez így jó cucc. És akkor mondjuk oda kéne beadni egy támadást, mert ezek a Warfire Thrower-ek, ezek azért kemény állatok. Meg neked is oda betámadni. Hát egyébként a Morfang nem annyira nem hatásos, mint amennyire szerettem volna. Főleg, hogy minden irányból gyakorlatilag ütik őket. De a Gatlingeket el tudtuk menekíteni, a Warfire Thrower-eket viszont... akkor a másik irányból ütik őket, plusz megjelentek itt a Clan Red Spearmenek. Vagy Spear Retek. Szóval mindig élnek. És elmenekülnek a Loden Seagar, te jó ég. Nem mondod. Jó, az, hogy elmenekülnek azok a távolságiak, az azt jelenti, hogy ezeket vissza lehet vonni a lovasságot, mert ott már csak spearmeneket találnak. Szerintem az a baj, hogy nagyon sokáig nem harcoltak konkrétan az íjászok rendesen. Ezeknek sanyi ezeknek a Loden Seagardoknak, azt hiszem. Akárhogy is nézzük. Csak nem is a Ranger-ök pusztultak bele először a problémába, hanem a Loden Seagard. Tök fura. Adjunk már nekik oda egy kis mágiát, hadd érezzék a törődést. Jó, illetve csökkentsük le. Jó, nem kellett csökkenteni, nyertünk. A játék ugye azt jelezte előre, hogy nagyjából 3-4 elsősoros egységet fogunk elveszíteni. Ehhez képest még úgy látom, hogy ez a Loden Seagard is túlél. Szóval nem egy rossz arány. Bustin viszont meg fog halni, mert ugye gyors sebességen volt, és innentől kezdve nem tud visszafordulni, vagy visszavonulni. Akik a legjobban harcoltak, hát ez a Loden Seagard egység volt, a Mournfang 66 kill, de közben meg morálban óriási volt. Nem tudom, 3 zászlóját ők futamítottak meg talán, nem emlékszem. És akkor ebből mindenképpen, tehát látjátok, igazából ez az egy sem is ült volna meg, ez a Warfire Thrower, de mindenki meghal így, hogy nem tudnak hova visszavonulni, ami tök jó. És akkor Force Labor-re fogunk menni, ami ad vissza némi egységet, erre szükségünk lesz a következő ostromnál. Mert hogy mi papíron egyébként továbbra is erre felé haladunk, Misnárt kéne bevenni, úgyhogy most kicsit kockázatos, de teljes sebességre kapcsolunk. És akkor te... Final Transmutation. Damage to Combatant, Strong vs. Single Combatant. Weak vs. Single Unit. What?
Ja, ja, mert ezt ilyen izét használunk most? Ez melyik mágia? Nagyon úgy tűnik, hogy ez a fém mágia. Akkor csak menjünk a sima, mondjuk ez a Crackling of Potency, ez egész jól hangzik, vagy Crackling Potency. Ez egy Vortex alapú Multiple Units Damage, ráadásul mágikus damage varázslat. Te vagy még itt, Mikaela, te pedig, hát neked jól kéne harcolni, ha már ott vagy a csata sűrűjében. Ezek nem támadnak is, szóval így ők érzik, hogy rip. Ah, közben itt van Malekit. Shit. Ezt nem vettem észre. Hogy Malekit meg itt van a kapunkban, Toráleknél van. Toráleknek a védelme nem fogja kibírni Malekit, tehát nagyon szép védelmünk van. De ez nem fogja megállítani Malekit, tehát itt vannak a... Nézzetek csak, ogrék, több ogre is van itt. Jó, oké. Okay. Akkor eljött az idő, hogy lehozzunk egy új sereget. Ahogy ígértem. És... Hát mágiával fogunk menni. A lore pedig legyen... Lore of Life. A Lore of Life az gyakorlatilag abban segít, hogy tovább engage-elődve legyenek az seregeink. De az jó a Dark Elfeknek, szóval nekünk minél inkább kéne becsapni közéjük a halált. High Magic mondjuk, nem tudom. Bombardment, Uranon Thunderbolt upgraded. Ja, ez alapvetően jól hangzik. Shakara lesz az, aki csatlakozik a bulihoz. És akkor ugye ő azonnal berakjuk Toránlekbe, és le tudok hozni neki két egységet, és ezzel is növeljük Toráleknek a védelmét, még ha igazából... Hát nem sokat érünk vele. Az lesz gond, hogyha Malekit elmegy a Shine of Kane-t megtámadni, bár talán a Shine of Kane-nek is viszonylag jó védelme van, úgy emlékszem kiépítettem. Hát viszonylag. Na most, ha mégse támadna, akkor viszont itt el kell kezdeni lehozni egységeket. Lothian Seagull-dal fogjuk feltölteni ezt a sereget. És ugye az lenne a lényeg, hogyha tényleg támadnak, akkor én meg harcoljak. Szóval egy ilyen apotézis. 480 hit pont visszaállítás. Nem vagyok vele elégedett, de mindegy. Ezek meg butaságok ugyanabból. Na jó, lássuk Malekit mit lép, mert emiatt viszont most kicsit aggódok. Ráállt az ostromra, tehát nem mer még támadni. Az jó. Jött még egy patkány sereg. Ó, ez már maga lesz... maga lesz a barátunk. Throt. Bizony, itt van Throt. Goriccsal jött ráadásul. Goriccsal. Really? Jézusom. Haza kell hozni ezt a sereget, nem tudok más csinálni. Itt mennyi van még hátra? Hát még legalább 4 kör. Bár, hogyha ezt most csak lejátszanám, vagy lejátszatnám, akkor nem halna meg senki. Úgyhogy én most ezzel fogok menni. Haladnunk kell egyszerűen előre. És simán csak elfoglaljuk, de hát ha így vissza tudunk töltődni pár kör alatt. A következő körben meg már Misnárt fogjuk ostromolni, de az már kicsit könnyebb lesz. Akkor ez a sereg felszabadul, és jöhet a Shrine of Kane-t védeni. Csak éppen nem fog tudni bemenni a Shrine of Kane-t védeni. Bár szerintem ez a sereg nem tudja bevenni a Shrine of Kane-t. 16 per 20 vagyunk, szerintem nem. Inkább csináljuk azt, az más kérdés, hogy mondjuk Elisát meg tudja támadni. Itt mindenképpen ki kell építeni majd itt is védműveket. Gyakorlatilag mindenhol. Itt sajnos nem tudta lehozni azt a két egységet, amire én számítottam. Na, legyen az, hogy ha mire elér ide ő, Throt, addigra Aleriel fel fog szabadulni. És meg tudjuk állítani a pusztításában. Egyébként most fogjuk neki megvenni a Gifts of Ishát, hogy még gyorsabban töltődjenek vissza. És azt jelenti, hogy ez a sereg viszont felszabadul, és elindulhatunk vele Toránleket felszabadítani. Viszont a full sale-t nem merem beadni vele. De meddig tudsz ellépni?
Ah, de ez full speed. Akkor valószínűleg itt nem tudja elkapni, nem full speeden, igaz? Az következik abból. Közben megtudnod az Age of Discovery, azaz elvileg ismerjük egymást az összes olyan frakcióval, aminek van kikötője. Na, Shakara? Nem fogadja el Shakara a konfederációt. Elirion? És nem fogadja el. Most küldök némi pontot arra, hogy mégiscsak megbeszéljem velük. Elirion... Nagyon drága most már, és nagyon kevés, ez a Diminished Return abszolút bejátszik. Vagy Diminishing Return. Lizdulf von Falkenstein nem igazán csinálja semmit. Csak ott áll. Menészelve. Amúgy, ha most nem rakom be ide Thoran Legbe ezt a sereget, akkor biztos, hogy megindítja az ostromot. Malekit. Így viszont lesz időnk arra, hogy kikémlőjük, hogy miük van. Tehát van két dual weapon ogréjuk, van egy meníterük, és a többi az elég standardnak tűnik egyenlőre. Tuvi, az para. Sajnálom, hogy ilyennel kell megküzdened így szombat este. Közben Gandalfát megpróbálom ráállítani, hogy nem tudom, azért itt van kitölni majd, vagy lesz kitölni, például Alissát. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni most. Na hát ez itt a kérdés elsősorban, hogy itt ki, hova, merre, mit. Közben Nagarith mindenkinek hadat üzent, vagy fordítva, és a Frott az itt megállt előttem. Hű, most ő azt hiszik, hogy én megöljem. A Hexatől meg elkezdte az ő rituáléját. Nekem még hiányzik. Mondjuk a következő körben is el tudnám kezdeni, hogyha nem ütögetnék két frakcióvezető és az ajtómat. Szóval, Frott egyébként ez egy jóval keményebb sereg, ami itt van, mint az előző, de nem katasztrófa. Hát vajon nyernénk-e? Erősebbek a gyalogságok és vannak hőseik, viszont Rattlinghamból egy van, van két Poison Wind Globadier, van egy Brood Horror, de ez meg Wolfred, úgyhogy ezt kit érdekel, meg a Skaven Slave, hogy ez micsoda, az jó kérdés. Szia Szellő, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Nézzük, mit mond. Valiáns vereség, aha, akkor nem fontos. Akkor annyira mégsem fontos. Viszont nem tudok itt elmenni, mert Frott elállja az utat. Magyarul nem tudok oda menni segíteni. Jó, a Frott ez olyan dolog lesz, amivel majd meg fog küzdeni a főnök. Én pedig itt kijövök. Esetleg azt lehetne, hogy felveszem a kardot. Tehát, meg itt vissza is töltődök amúgy. De hogy lejek minden, akár fel is vehetni minden a kardot. A Kane-től. És azzal elég könnyen meg tudnám valószínűleg ölni Frottot. Innen meg tudom támadni? Szerintem nem. És nem is töltöttek vissza annyira, mennyire szerettem volna. Nem lesz ez olyan egyszerű, amiről álmodoztam. De próbáljuk meg. Ide beálltam, és akkor ha szerencsém van, akkor az egyik elindul. Az a baj, hogy ez lehoz 3 egységet, meg ez is, tehát így 5, 8, 9, 20, sokkal kell majd megküzdeni, ezt mindenképpen le kell majd játszani. És ezzel is elodázódik az, hogy felszólítsuk Thoran Legget. De amúgy milyen szerencsé, hogy kiépítettem Thoran Legget védelmét, többé-kevésbé. Most az nagyon kellett, és ezért fogom majd itt a külső gyűrűt is felépíteni rendesen. Amikor majd az enyém lesz. Tiranok. Join Confederation. Jó! Na! Sikerült! Konfederáltunk valakit, srácok. Elírja mondjuk jobb lett volna, de mindegy. És ezzel megszereztük a Griff kaput, és még a bevételünk is viszonylag normális maradt.
Tehát itt, ami nekem bejött, az a White Peak, viszont abból hiányzik még a Highway és a Salvation Isles. És egy Elise nevű sereg. White Peak is Thor Unrock. Tudod mit? Én téged elkezdelek kiépíteni. Jó kis Silvering Guardok. Don't mind if I do. Meg Shadow Warrior. Ups, az már nem fér bele. Meg a Griff kapu, de hogy... Az megint más kérdés. Négyes szintre ki van építve a Griff kapu, szóval igazából... Ez teljesen rendben van. A Phoenix kapu, ez nem akar egyszer növekedni. 4 pont, és ez is 2-nál, de miért nem növekedünk egyáltalán? Van rajtunk valami izé? 10 pont még, amíg lesz egy új pop surplus. Elképesztő. Elképesztő, mennyire nem növekszik. Most átállok a tax rate, meg az income from taxről a construction, meg growth, mert muszáj a growth-t beadni. Még itt lehetne ezzel növel... Ah nem, ez se ad a growth-hoz, ez a public order-hoz ad hozzá, szóval igazából olyan szempontból is mindegy. Most azt hiszem 10 koronát nem tudjuk felajánlani senkinek a... A... barátkozást. A konfederációt. Viszont visszaszerezte itt Elirion a Reverse Markot. G to the G. Most akkor segítsél nekem. Mert engem megölnek. Én az életemért küzdök. Amúgy mindenki utál. De hogy miért? Az evékön, de kicsit javítom a véleményemet. Vagy a véleményüket rólam. Tizenhét. Hát jó. Minusz 161. Ups. És 15-tel nőtt csak. Oké. Amíg nem támad egyébként Malekith, addig okések vagyunk. Szia, Azdelár, mi helyzet, tökő itt vagy? Szia, Dellucci Kölbír, mi helyzet, tökő itt vagy? És támad. Hol van a többi része a Garrisonnek? De mi? Mi a vihar? Hát együtt néztük, hogy itt milyen sokan ácsorognak. Hova tűnt mindenki? Biztos elment is kandinálottozni. Szia tötyötöltje, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Az egy 9-es Garrison volt csak. Fuck. Ezt nem tudjuk megállítani egyébként. Ez ki van zárva. Close defeatnek írja, de szerintem... De akkor fasz... Bocsánat, miért nem szóltak, hogy rossz várost nézek? Ültök... Na mindegy. Hát ez esélytelen megállítani. Ezt nem, ezt nem tudom megállítani. Lerombolt a Thorán leket, hát az fasza. Rájöttem, hogy azért mitott el az ostromot, mert épített az ostrom gépeit. Ennyi történt. Bring me my tomes. És jönnek a Skavenök is, ezek nem vették be. Szóval csak oda kell menni. Elveszítünk 2 egységet, hogyha most ezt rábízom. Itt van egyébként termelőépületem. Van egy. Ó, akkor Silveringárdal ki tudom. Jó, oké, Silveringárdal lecseréljük őket, akik meghalnak.
Ez nekem teljesen jó. Tudom, ez is kegyetlennek tűnhet, de aktuálisan nem az. Ez költséghatékony. És akkor a kotikot megsemmisítettük. És akkor most ide jön le két Silvering Guard. Sőt, két Silvering Guard és egy Shadow Warrior. És akkor ezzel ki is maxoljuk ezt a sereget, ezt a területet. Majdnem, hogy mindenki vissza is töltődik. Teljesen jó. Na, én úgy döntöttem, hogy felveszem a kardot. És megöljük vele Throttot. Ha Throtot meg Malekit egymásnak menne, az mondjuk elég vicces lenne. Lássuk be. Ja, és ezt a sereget akartam tovább kiépíteni, igaz? Ide szintén második... A Shadow Warrior... Az jobb, mint a... Loden Seagate Shield. Jobb a range-e. Ez a Shield-es Loden Seagate. Jaj, de jó. Jó cuccok ezek, gyerekek. Csak melyikből rakjak le többet? Mivel ilyen szok... Versus ilyászok vannak sokszor, ezért szerintem a shield az elég fontos. Úgyhogy ti menjetek a második sorba, és akkor utolsó körben meg valahogy így. Vagy a következő körben valahogy így. Jó, és akkor Ranger Archer, Spearman, ezt most beadom, mert később az autosítás fölösleges lesz. Itt pedig, itt elég lefelé mennek egyébként a számok. Van egy nagyon minimális vámpír korrupció, szerintem ezzel még nem érdemes foglalkozni. Inkább akkor itt is igyekezzünk kiépíteni az infrastruktúrát, meg megnövelni a városokat. Na, lehetne most már nekem egy Vortex rituálit, de nem fogom beadni a Vortex rituálit, úgyhogy ketten is kopogtatnak az ajtómnál. Úgyhogy megint picit lemaradunk, hál' Istennek. Public Order plusz egy, ez tökéletes lesz. És Aleriel pedig Gift of Isha, és akkor ezzel... Hát majdnem, hogy egyedül a dryadok azok, akik nincsenek maxon innentől kezdve. Na jó, lássuk mit léptek, srácok. Gandalf a nagy erőkkel érkezik, csak minek. Most Malekit lerakja ide egy vár... Anyád segít, te rohadék! Ó, öcsém, mekkora paraszt! Na, ez nem fog hiányozni a Warhammer 2-ből. Állítólag a Warhammer 3-ban ezzel meg lesz oldva. De nézzétek csak, ez a bunkóság fej befoglalta a városomat, Thorann Leket. Hát én nem tudom, nekem ez nem 9, én nem 9-es helyőrségre emlékszem itt. The logical bear, you are actually English or American or English speaking. I'm sorry, this is a Hungarian stream, but you know, I can go for English if you want. I absolutely love this game, but it's clearly a Warhammer game as in hellishly expensive. Well, yeah, but even the base game has a lot of content, and if you buy the base game only, then you will have hundreds of hours of good fun. So it's not that bad, you know. Elindulunk haza, mert otthon nagyon nagy problémák vannak. És itt pedig ki kell építeni a védelmet, bár ló, ez nem számít, úgy látom, a védelem. De próbáljuk meg úgy tenni, mintha számítana. Én továbbra sem úgy gondolom, hogy szerintem ez csalás történt, de mindegy. És ez meg, hogy elfoglalt a Thorann-leket, rohadjon meg. És ráadásul őt nem is lehet, hát az nagyon jó, hogyha őt nem is lehet konfederálni. Hát, vagy ja, csak most azért nem lehet, mert most, igen, mert most volt konfederálva valaki. Az valahol itt van egy ilyen módosító, Confederation. Még 3 körig van. Az, hogy most ne nagyon ugráljak. I do speak and understand Hungarian. I just can barely write. I am mixed Hungarian, but was never taught how to read and write in Hungarian. So I'm poorly self-taught in reading and writing. That's fine. I'm happy that you can read and.
you can understand most of the time. Mi? Fel akartam venni a kardot, nem tudom miért jöttem ki Laia Queen-nel egyébként idáig. Ez butaság volt. Amúgy azért akartam, hogy Toráleket felszabadítsuk, de nyilván most már nincs szükség. Jó, lássuk, mi történik itt, mert szerintem itt nem tud eljönni. Ja, persze, Gandalf, ez amúgy nem tudom, miért nem szól ilyenkor a játék. I'm very happy you are enjoying your, the streams. I'm so glad to hear that. But, again, if you... Ja, ezért volt butaság. This is why it was stupid. So, if you need something, explain it in English, just let me know. Ajajajajajaj. Nem tudom, miért jöttem ki egyébként. Nem tudom, miért jöttem ki. Laia Queen-nel. Szerintem, hogy ez egy nyerhető csata. Szerintem totál nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire a játék mondja. Hogy valiens vereség. Csak utána meg az lesz, hogy Malekit fog odajönni, azt ő tőle tényleg valiens lesz a vereség. Mi van, hogyha beáll? Á, nem, itt kell maradni ezen a hegyem. Brave and true. Master of sorcery. Mournfang cavalry. A Mournfang nem tud ide jönni. Mournfanget most nem is fogom elrejteni. Na jó, lássuk, miből élünk. A horror, a brute horror az, ami miatt nagyon para lesz. Úristen, mit tud olyan messziről lőni? Hősük? Valószínűleg hősük. Közben itt van neki egy ilyenje. Chain Lightning, ezt kétszer be tudom adni a csatában. Jobbról érkezik a Brute Hara és a Wulfred Poison. A Wulfred Poison, ezt viszont fel kéne fogni ilyenekkel. Ezt a támadást kicsit lassítva játsszuk ezt most. És ezt pedig elrejtjük ide hátra. Te állj be így. És te milyen messzire, azt hiszem ezzel itt tök messzire ki tud lőni. Tehát akár ide is. Ja, meg Gorics is jön, igaz? Igen, az lesz igazából elég nagy szívás. Az ott jó sebzés. Itt a Brute Horror-t. Hát annyi, hogy sokkal olyan szígár, tehát azok jók a Brute Horror ellen akár. Hát ezt nem tudom sehova jól berakni, max ide. Ha picit előre jönnétek még ebben a két másodpercben, az dandy lenne. De elkezdtek ott lőni. Jó, muszáj vagyok arra most rákoncentrálni. A returning gunokat ki kell szedni, amint lehet. Te lőj oda. Te pedig kapd el a wolfreteket, bár a méreg miatt nem vagyok miatt a boldog. De nem baj, megoldjuk. Meg kaptok egy ilyet is. Megpróbáljuk varázslattal elvenni a kedvüket az élettől. A returning gunoknak most jó lenne, hogyha lenne valami, vagy a returning gunok ellen jó lenne, hogyha lenne valami gyors egységem. Csak a Mournfang cavalry, ami pont erre van, ez le van éppen fogva. Semmi baj, mert a Mournfang most fel fog szabadulni, mert a Wulfreteknek ez csanyi volt. És beérnek ide a spearmenek. Ezek sima spearmenek? Jesus. Akkor ők meg megfogják a Brute Horrort, és akkor a Mournfang-re ki tudnak jönni, meg tudják kerülni ezt, és oda tudnak menni a returning gunokhoz. Nekem is az álom. Te... Anti-infantry vagy, az nem jó. Te anti-large. Jó, akkor te fogsz Gorics ellen harcolni. Ja, várj, bocs. De amúgy igen. Valahol jogos. De nem téged akartalak, hanem téged. Te meg sima spellcasta. Oké, a Mournfang kijön. Még ki tud.
Ezek oda mennek, az jó. Ez Spearman Anti-Large, hát Gorics. Tehát nem tudok jobbat. Neked viszont be kell oda menned, mert te szekérrel vagy. A rangereket beküldjük a Stormverminek ellen. Szerintem a Stormverminek amúgy jobbak, mint a rangerök. Úgyhogy ez nem lesz egy vidám menet. Nem lesz egy fákjás menet. Mindjárt a Brute Horrornek Sanyi. Jó. So far so good. Te valószínűleg megint tudsz varázsolni. Egy kis páncélcsökkentést itt Goricsra. Hú, ezek retogrék. Menjen a retogréra a páncélcsökkentés. Érezzék a törődést. És akkor most meg tudjuk kerülni. Ezekkel. Jó, itt ez teljesen annyi volt nekik, akkor viszont te ráhatsz oda. Ő most a Brute Horror menekül, nem, valószínűleg vissza fog még jönni egyszer. Viszont ezzel egy jobb útvonalat kell keresni. Ezek itt tudják a Skaven Slave Spear-eken tartani magukat, csak közelharcra kell ráállítani őket. És te pedig megkapod ide. Ezek csak sima. Ó, ezek Stormverminek, akkor igen, akkor maximálisan. Kapják meg azt a mágiát az arcukba. Azt hittem, hogy csak sima Skaven Slave Spear-ek, de nem, nem. Úgyhogy nyugodtan lehet ott gyönyörűen, gyönyörűen megadni nekik, ami jár. És ezek, ki vannak jelölve, ezek Loden Sea Guardok. De ezek a Spearmenek elég rosszul néznek ki, őket kicsit hátra vonjuk. Ti oda lőjetek, ti oda, nem hiszem, hogy ezt el kell mondani külön, de apparensen el kell. És jönnek itt szépen lassan. Charge-olnak most már a Manfang kell keverni. Köszi Punk a meglátást, valószínűleg igazad van. De nem fogom átállítani. Ti most oda lőjetek már, Ples. Látjátok, Gorics. Ezért mondtam, hogy Gorics nagyon para. Ja, ezt nem is tudom visszahozni most annyira. Valaki menekült tőlem, be, kicsoda. Ja, azok a Spearmenek, igen. Mi ezek nem sokára beérik őket. Nem tudom, Goricsa, mit lehetne kezdeni, őszintén szólva. Annyi, hogy esetleg ösztüzet, az... Nem tudom. Itt van egy hősük. Ja, itt van Throt maga. A egy hősük, hát maga Throt, basszus. De van vagy négy hős a pályán, csak az oldalukon. Odalő. Itt most ösztűz alatt vannak a Stormverminek. Talán kicsit az overkill, hogy ennyit lövünk rájuk. Miközben a Poison Virgo-ba direktre nem megy semmi. Tűz. Konkrics, kicsoda. Itt ez egy jó csata egyébként a Brute Horror ellen. Csak ne engedjük, hogy a Brute Horror meglógjon. Úgy látom, hogy itt sikerül megfutamítani a returningánokat, cserébe viszont nagyon súlyos, hát már mennyire nagyon súlyosan tudnak sebzést okozni a Skaven Slave Slingerek, szerintem nem. Az menekül, akkor most rá koncentrálunk a Skaven Slave Slingerekre, illetve ez a hősöm is felszabadult, ő pedig jöhet, és megzavarhatja a Poison Wind Global Deer-eket. És igazából most már csak ezen a részen zajlik nagy csata, és Goricsnak is elkezdtük levinni az életét. Van-e valami mágia? Van itt nekünk egy Chain Lighting. Az nem jó szerintem most. Te hol vagy? Itt. Gyere, léci, öld az ellenséges hősöket. 67 másodpercre önmagának mellé a tekés base weapon damage. Meg beadjuk ezt is, mert ez növeli a fire, vagyis a varázsolgatásos mókát. Amint ez beér, az így jó lesz. Gyere haza, segíts Throt ellen küzdeni, itt megérkezik a lovasságunk. És összeomlik Gorics. Yes. Ez viszont nem ideális, de ezért jó, hogy... Ó, ezek archerök. Mindig összekerül az archeröket, meg a nem archeröket. De cross. Az archeröket, meg a Loden Sea Guardokat keverem össze. És akkor te most magadnak beadhatod viszont a... Vagy magadra ezt. És akkor már is jobban fogsz harcolni. Megint visszatértek valami szkévenek.
Szerintem mehetünk most már rendes sebességgel. All hope is lost, dehogy lost, you are lost. De megérkeztek itt a Brood Horrorok ellen a Spearmenek. Itt van egy trott, még konkrétan nem veszített életet. Itt elkezdtek életet veszíteni végre. Lőjük minden irányba egyébként slotot. Új, itt a rangereink eléggé rosszul állnak. Ezek meg kifogytak a... Hát nem fogytatok ti ki, csak rá vagytok adva, hogy ne foglalkozzatok az íjatokkal, meg a nyilatokkal. Jó, itt Throt menekül, és a Throt menekül, mindenki menekül. Good. Jó, ez egy nehéz csata volt. De megvolt, és sikerült. Ha most nem jön valakit a következő körben meg, vagy még ebben a körben megölni, akkor az tök jó lesz. Gorit szerintem meghalt amúgy. Most Throt vissza fog vonulni. Én már nem tudok hova bevonulni, gyógyulni, mert ellopták tőlem a kastélyomat. Köszi szépen ősemből és egy sírt, nagyon király vagy. Hú. Ez nullát ölt, ja, mert biztosan túloldalán volt a csatának. Ez nullát, jó. Ez a bal szány volt, úgy látom. A Spearmanek nem, mondjuk valószínűleg nagyon, valamelyiknek ezek közül nagyon nagy az a damage outputja, aki megküzdött a Brood Horrorrel. Brood Horrornak hívják? Melyiknek nagy, melyik lehetett az? Damage dealt 3500. Valószínűleg ő volt az, aki a Brood Horror ellen küzdött. Tehát náluk igazából egy klámpatkány, maga Gorics és egy Poison Wind Globedir esett el. A többiek élnek, virulnak. Úgyhogy ez még nincsen lejátszva, úgyhogy Force Labor-rel megyünk tovább mindenképp. És azt megpróbáljuk most megölni őket ebben a körben, mert visszavonulni nem tudnak, hiszen abból visszavonulásban vannak. Úgy látom, Malekit eltakarodott. Tök jó. Köszönöm, hogy ide jöttél és hagytad, vagy asszisztáltál, hogy ellopják tőlem Toraleket. Nagy arc vagy. Ezt honnan szerezte? Ezt a Skaven Slaveslingereket. Ó, nézzétek csak! Le tudok hívni két egységet is. Le is hívom őket amúgy, méghozzá úgy, hogy összevonom ezt a két rangert egyé. És lehívom mind a War Lions of akármit, meg a White Lions. A White Lions az egy állítólag ilyen mid-tier gyalogság, szerintem gagyik. Szerintem gázak. De most segíteni fognak, az biztos. Meg ezek ilyen aranyozott verziók, szóval elvileg kicsit jobbak, gondolom. Hát a függetlenül valószínűleg fogjuk őket meghalni, látni párszor mostanában. Hard to hit, melee defense, legyen egy kis leadership, mert elvileg jó ott harcol az első sorokban. Én most megpróbálom megölni egyébként Throtot. Nem látom be, hogy miért ne. Viszont le kell játszani, különben odarakja az első sorba majd a... Amúgy nem. Nem kell lejátszani. Mindenki kicsit veszít az XP az életéből, de amúgy alapvetően minden jól alakul. És akkor Throtot most megöltük. És most kéne Throttal békét kötni. De mindenek előtt vissza kell térnem a Shrine of Cain-be, hogy ott töltődjük vissza. Na, Throt nem akarsz békét? Oh, nem is tudom, hol lakik Throt egyébként. Throt, Kamulder, igen. És nem akar békét kötni. Tök durva. Nem vagyok rajongója a diplomáciának ezek a Warhammer játékokban. Remélem a harmadikban most már normális lesz a diplomácia. Mert értem, hogy totál vár meg mindent, de azért mindennek van határa. Itt most megy lefelé, minusz 12 public order. Aha. Meg kéne látogatni ezt a környéket Aleriellel. Mégis be tud menni oda.
Jó, menjünk be oda, növeljük vissza a kicsit a... De csak azzal, hogy elmentünk oda, azzal már így alapvetően jobb lesz. És akkor itt van még ez a seregem, erről sem szóval elfeledkezni, Alice-ről sem. Annak ellenére, hogy itt van egy Skaven Kalóz. De ő nem fog bántani, hogyha nem megyek ki a tengerre, úgyhogy it's fine. Érdekes, hogy a Dreadfleet-tel meg pont nem vagyok háborúban. De mi lenne, hogyha abban lennék amúgy? Tehát mondjuk ezzel a sereggel... Ja nem, mert ott van a nagy fősserege, Robert Thompson. Nem is a fősserege, de egy óriási sereg itt van. Úgyhogy valószínűleg ez nem fog összejönni. Főleg egy ilyen pici sereggel. Pedig el tudnám akkor lopni Torsetáit, ami meg... oda kéne, hogy tartozzon. A dude haverhoz. Felveszünk itt a King kardját, és úgy fogjuk várni majd az ellenséget. Most amúgy az hogy van? Ki, hova jönnének? Gandalfa nem tudom mit csináljon. Igazából sok hely nincs számára. Ahol el tudnám képzelni, egyrészt lopjunk teket. Hát ez nem lettünk sokkal beljebb. Ahol el tudom képzelni, az a legújabb seregem, de... Nem is, tudod mit? Te legyél blokk, és ha blokk leszel, akkor ha jön a káosz, akkor meg tudod őket állítani egy picit. Ide tudnék még venni sereget? Az a baj, a fenntartás egyre problémásabb. Nincsen enkampban. Ja, várjál, te nem vagy ide beállítva. De gáz vagy. Mert például ide most le tudnék hozni Eagle Blow Club Bolt Flareknek, amik elég fontos részei lennének egy ilyen seregnek. Tudok már Seasons of Avalon-t gyártani? Vagy képezni? Mert azt viszont szerintem elvesztettük valahol, nem? Vagy ha nem is, van olyan seregünk, amelyik tudna bele profitálni. Ja, a vámpírok azok elég királyak. Mind a kalózvámpirok, mind a simák. De hogyha így rendelem, akkor ugye nagyon drága. De hogy az Eagle Claw Bolt Thrower-okhoz nem jutok máshogy hozzá, csak így. Szerintem rá kell harapni a golyóra. Egyet lehozunk. És csak hol érkeznének? Genvél, igen, az oké. Okay. Tor Kurali és Tor Anrok. Hát akkor főleg, akkor nem ússzuk meg ennek a seregnek a feltápolását. Sőt, valószínűleg nem is lesz elég, hogyha csak egy áll itt. Négy kör a Sisters of Avalon. Ne hozok ilyeneket, ez egy oké. De tényleg hol tudunk gyártani Sisters-eket, mert akkor oda el kell hoznunk majd itt. Nem. Hol gyártjuk a Sisters of Avalon-t? Itt? Nem, mert akkor ugye ott helyileg tudnánk. Azt sem tudom hirtelen melyik épület adja. Jól elveszettük toránleket, az még mindig fáj. Ja, ez lesz? Nem, ez sem az. Ezt be kéne fejezni. Csak hát hogy, amikor egyszer nem növekszik a népességem? Hol van az az ott ősember, Lajos? Gondolom, hogy valahol itt kell lennie. Lehet, hogy itt, az archive-ban. Nem. Szia, HP Bálint, mi a helyzet, hogy itt vagy? Ó, megvan. Oké, tudom hol. Itt. És akkor viszont... Ez adja meg nek... Nem itt? Igen ez. A Handmaidens Gallery. Szóval egészen ideig be kéne hozni a Aleriel-t ahhoz, hogy ez így rendben legyen. Amit viszont most meg tudunk csinálni, az, hogy van egy ilyen feladatunk,
hogy egy handmaiden hozzunk le, csak pénzünk nincs rá. Szóval a következő kör. Meg így elsindítom az egészet. Leveszel a taxot, nem nő jobban a népesség? Szerintem nem. Szerintem az csak a... De javítsatok, hogy a tévedek. De szerintem az csak a lázadási kedvet csökkenti. Shakara visszatért. Nem tudom, ki volt ő, de... Éljen. Ja, ő vezette azt a frakciót, amelyiket megettem. Emlékszem már. Ismerős az arcod. Még mindig tart a Confederation. De durva. És az amiatti Málusz. Jó, ide vagyok a Shrine of Kainhez. Felvesszük a kardot. És megvédjük a hazahat. Nem fog most majd eljönni. Egyszerűen nincs rá idő. De ugye nekem még megvan az az egységed. Aha, ott van. Sisters of Avalon, és majdnem max szintes. Szóval itt van egy olyan küldetés, hogy vegyek egy handmaident. 294 forintomba fog kerülni. Research rate plusz 10%? Hát akkor nem, ne bánt, hogyha én igen. Mondjuk ez a local growth sem rossz, csak akkor egy helyben került parkoltatni. Nem, legyen Luaran. Luaran nekem szimpatikus. És így kaptam 3000 forintot. És akkor legyen 80% untainted. Itt, Safari-ben? Miről beszélsz? Ez 100% az untainted. Komolyan ezt a küldetést ad, ezt bírtad adni? Maintenance is at 80% of the following corruption in the special service province, Safari. Hát, oké, done, gondolom. Küldetés teljesítve. Misszió accomplishálva. Na, hol vannak ezek? Ah, nem ez érdekel. Nagaronnak tudjuk, tudnánk hátráltatni a küldetését. Ez mondjuk elég jó lenne. Valószínűleg ez nem lesz túl hatékony sereg így. Tehát sok opcióm nincsen. Gainvale még mindig, Tor Corueli, ott van szerencsére a... az Alariel és Tor Anrok, az pedig védi ez a... seregecske. Apró kis sereg, képződmény, kezdemény. Most van ugye 5 első sor, 6 hátsó sor, meg egy leghátsó sor. Ha ehhez... lehozok még egy Silverint, meg egy Shadow Warrior-t, akkor kell még valaki az első sorba. Én most nagyon nagy bizalmat helyezek a Silvering Guardokba. Úgyhogy remélem, hogy tudnak teljesíteni. Gandalf-t most ne csinálj semmit. Csináljuk azt, hogy elmentem, és akkor lehívjuk a... elkezdjük a második rituálét. Kapunk azonban 5000 forintot, meg upkeep csökkentés, meg global recap, meg local recap, meg global time, meg public order, szóval jó lesz ez, na. Alapvetően, csak közben jön mindenki is megenni minket. Na mutasd, honnan jönnek. Északról. Ez még nem tűnik egyébként félelmetesnek, de ugye ezek össze tudnak állni. Na, ez már inkább. És közben megvan a quest. Nem igazából kötött az orromra, hogy mit kapok érte. Win 3 Battles Against the Following Great Norska. Aha. Igyekszem, gondolom. Ja, amíg ezek ide jönnek, addig ezt a sereget simán fel tudjuk állítani, csak senki másik ne jusson eszébe megtámadni. Ami ezt illeti, én most akkor azt mondom, hogy kicsit nehezítsük meg Nagarot dolgát. 5000 forintból most veszek egy sereget nekik. Vagy ellenük, hagyj érezzék a törőt, és lol.
Most te is várj itt, és meglátjuk, hogy honnan jön az ellenség. Ez a két sereg lesz, mert az nem olyan sok. Gyanúsan kevés. Ah, Nagarond ijesztően erősebb. Ha jól láttam, akkor a Thousand Moat is bekonfederálta, ami elég rossz ír. Felbérheted a Northman Army-t? Ja, az kellett volna. Itt van ez a Tyrion, hogy rohadjon meg. Ez az árulót fattyú. Na, valaki akar konfederálni velem? Meglepő módon nem. Mert erről amúgy nem jön senki. És tudjátok mit? Addig én kijövök ide. És szerzünk egy kis tépét. Toalett papírt természetesen. Ez gyakorlatilag tényleg csak arra jó, hogy TP meg pénz jöjjön be belőle. Például most ez 20 ezer forintot adott nekem. Jó, az mondjuk nem egy rossz üzlet egyébként. 20 ezer forint, és gyakorlatilag amúgy csak chilleltem volna. Az Immortality-t fölösleges megvenni neki, hiszen hogyha már ő elkezd, tehát hogyha ő már meghal, akkor már régen rossz, tehát akkor az semmiképpen sem ideális. Tudod, mint most urak leszünk. Kapsz egy Sisters of Avalon-t. Nagyon drága, nagyon sokáig készül. De most urak leszünk. Meg akkor, ha már urak vagyunk, akkor kapsz egy ilyen frankó lovasságot és Silverhelm's Shield-et. Az is pont ugyanakkor fog elkészülni, 3 kör múlva. Honnan jön a CK-ra, a Northman Army? Nem tudom, északról gondolom. Ki más van a közelben, Chaps? Vagy erre gondoltál? Erre itt? Na közben azért a gazdaságban vissza kell forgatni. Ja, de nem akartam most azt is felvenni. Biztonsági okokból, hogy mindenképpen jusson idő arra, hogy visszatérjünk és fejlődjünk. Szóval vissza kéne forgatni a gazdaságba. Csak nem tudom, van hova. Egyszerűen nem növekszenek a városaim. Van valahol amúgy egy ilyen. Nem emlékszem, hogy hol. Most olvastam, hogy X kör után nem növekszenek a tünde városok. Áú, próbálom kiegyensúlyítani a kezem, de nem annyira akarja. Jó, mégis ezt megépítettem a Warhol-t ide, bár... Warhol, hahaha! Warhol, LOL XD, topkek. De hogy... A shieldes Sigardok meg a Shadow War... Jó, oké, igazad van, jó lesz az oda. Gandalfával én kicsit most előre megyek, és megállapítom, hogy honnan jön a veszedelem. És aztán megöljük a veszedelmet, amikor megállapítottuk érkezésének irányának, szándékának kezdetét. Hát venni ki kell jönni. Tök fura egyébként, hogy Ursuán ilyen alakú, meg minden, és mégse tudunk átmenni. Mi sehogy nem tudunk átmenni a hegyeken. Tehát szépen meg kell őket kerülni. Erre még kapuk sincsenek. Értedek, a másik irányban legalább van pár kapu néhány helyen, de erre semmi. Most azt nézem, hogy Torsetai egyébként teljesen szabad rablás. Csak közben megjön éjszakról a probléma. Állítólag. Na végre két pop surplus is van. És megölték a High Elf Intervention-emet, szóval jól elköltött 5000 forint volt. Nem látom a srácokat. Nézzétek meg. Innen indultak. Sehol sincsenek. Még mindig itt chillelnek valahol éjszakon a strandon? Vagy mi történik? Na ez már valami. Egrim Torgresszel érkezik. És ha minden igaz, a következő körben fog is tudni támadni. Tehát nem fognak elkészülni azok az egységek, amiket én oly nagyon várok.
Bár most nagy sebességben van, szóval lehet, hogy nem fog tudni támadni. Más kérdés, hogy lehet, hogy a highway-re fog rá támadni, nem tudom. A másikról nincsen hír egyelőre. És akkor most ebben a körben ki tudok jönni ide. In Warhammer 2, growth doesn't stop, looked into webs and apparently it only does if it's bugged. Mármint van egyébként növekedés, csak borzasztó lassú. Tehát ha megnézed, 77. körben vagyok, és még mindig csak 3-as szintű, pedig amint volt lehetőség, ezt mindig felépítem. Szia Porva, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hát itt nagy csúnyaságok vannak. Nagyon kibabrálnak velünk néha napján. Itt Elysiát fogom először felépíteni, mert hogy a kikötő. De azért köszi, The Logical Bear, hogy, hogy utána néztél. Nem szeretek ilyen típusú épületet ilyen helyre építeni, de lehet, hogy most muszáj lesz. Vagy a bevétel miatt. Vagy a növekedés miatt. Ja igen, azt kezdtem mondani, hogy most ide is kijövünk, kilátogatunk. És azt mondtam, pedig vissza. Á, ott van, nézzétek csak. Ott van Mentas. Jó volt az másik, aki támadott. Megint támad, megint veszítünk némi ember, de visszatöltjük, és a következő körben visszatöltődik. Teljes egészében. Kapok érte 6000 forintot és 1500 experienciát. Teljesen jó. És most viszont innen, ilyen távolságról már csak ide tudok visszamenni. Már jó kérdés, hogy Misznát meg fogja támadni ez a mentás. Ha mentás elindul, valószínűleg a tengeren elkapom. Mert fölösleges várni. A területi bónuszok között nincsen pop plusz szoló? Azt hiszem nincs. De mindjárt megnézzük. Úgy emlékszem, hogy nincs. Csak unrest van, meg nem is unrest, hanem... De van! Van egy, amelyik pop pluszot ad. De az be van adva. Itt. Growth plusz 20, construction cost minusz 10%. Apparently only some races have the pop diminishing. Interesting indeed. Amúgy kicsit aggaszt, hogy itt van Malekit. Te nem érzed a halált még a nyakadon? Te Alithanar, mert tudok előtte segíteni. De úgy látszik, hogy ő nem akarja. Nézzed meg mindenki, hogy utál, de miért? Mert pöcsök azért. Egyébként. Szerintem ezt meg kéne tudni vernünk. Egyetlen nehézség van ennek a seregnek most, hogy nagyon lassú. És hogyha ezek ide jönnek a Marauder horsemenjeikkel, akkor az nekem fájni fog. I really need to get into this game. You do. Most amúgy akciós a Warhammer 2. Én azt mondom, hogy ilyen 15 euró, 14 dollár, 15 euró, szóval hogy valahogy e körül van. Szerintem ennyit megér. És hogyha nem, veszel hozzá DLC-t, akkor is rengeteg content van hozzá, hiszen vannak ingyenes DLC-k is. Ingyenes frakciók. Ami elég menő. Most akkor tényleg ez a két sereg fog jönni összesen, mert akkor unatkozni fogok. Á, csóri egyetemista vagy, hát akkor sajnálom. De, ha ez segít, akkor a Warhammer 3 benne lesz Game Pass-ban. Még talán ez segít, és akkor egy hónapig mondjuk bele tudsz nézni, mert egy hónapig ilyen egy dollár körül van a Game Pass. Szerintem előbb-utóbb a kettő is bele fog kerülni. Nem kötök vele egy szövetséget, mert nem fogsz csatlakozni hozzám. Oké, még nem támad, úgy látszik, a barátunk. Leadership plusz 8, construction for defense buildings, 32 influence, vagy kapunk egy hőst. Hősre most szerintem nincs annyira szükségünk. Szia Krunyec, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Jó kis Warhammer 2, ez is egy fél év élet kellett, mire normálisan megtanul, és még utána is meggyaláznak. Ja, most éppen ez történik egyébként.
Na most amúgy sokat fogunk harcolni, úgyhogy jöhet a 8 leadership 5 körön át. Úgyhogy elítéltem a csórikáimat. Szóval itt van, nézzétek csak, Egrim Torgersen. Én nem fogok rátámadni, mert akkor elveszítjük ezt a két egységet, akik készülnek. De egyre többet látunk belőlük, egyelőre nem félelmetesek nagyon. Ez a Warhound simán ki fogják juggatni, mire közel ér hozzánk. A horsemenek, tehát ezek ilyen minimális armorra rendelkeznek. Ezeket darabokra juggatjuk, mire egyáltalán így látótávolságra kerülnek. Erről pedig, hát az ott így chillel egyébként mentas. De tényleg milyen chill már a mentas? Most tényleg én menjek mentas elé? Hát nézd, mentünk egyet, mert miért ne? Szia Sotivok, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Szóval elé, én elé megyek. Hát nézd, ha mentas nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy. Mármint Aleria nem hegy, nem úgy ér, nem mindegy. Szóval, ja. Megyünk és megbeszéljük vele a megbeszélni valót. That is not beyond, oké, akkor beyond your power legyen. És komolyan sehol nem tudok építeni semmit. Egyszerűen tele vagyok pénzzel, és... Például itt 60-as növekedés van. 60-as. 32 kör kell, hogy kapjunk egy popot. I mean... This is fucked up, man. This is fucked up. Ó, itt van egy Iron Mining Pit, ami nincsen megépítve. Ez para. Na, ide viszont nem kell védekező épületeket építeni. Amúgy ez tényleg itt lakik nálam, Lizl von Falkenstein. Tehát ő itt csak így chillel. Na, ide viszont akkor jöhet egy ilyen homestead épület, hogy javítsuk a növekedést. Szia Ákos, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy? Ez már a Crusader Kings 3 Royal Court kiegészítő? Igen. Sem, ha, nem, ha megkérdezed, hogy miről szól a játék, azt is elmondjuk, hogy mi a játék lényege. I don't think so, actually, the logical bear. Maybe the pop growth is slower because of the high, because of the elves. I don't know. Ja, bocsánat, közben átváltottam angolra. Szóval, itt amúgy látni az összes módosítót, ami elvileg rajta van a birodalmomon. Semmi. Egyszerűen csak úgy látszik, az elfek lassan növekszenek. Na most támadni fog-e a srácot délen? A szerelem börtönében. Ja, jön már a mentas. És támad? Oké, remek. Na, igazából csak azért zavar, mert így nem készül el a seregem. Mindegy. Vagy az a plusz két egység. Én viszont mentassal megbeszélem, hogy ez így nagyon nem cool. Te mentos, te hallod? Ez nem cool. Tudod mit? Szemtől szembe fogok veled harcolni. Mert megérdemled. És akkor így megint csak kapunk egy apró kis ízelítőt, hiszen mentas azért felhoz néhány sereget, néhány egységet, ami benne lesz a Warhammer 3-ban is. A káosznál. Talán ez az ágyú típus? Na jó, ne idézzetek erről, mert fogalmam sincs. Talán... A Marauder Horseman azt szerintem nem. A Chaos Warrior, azt hiszem igen. A Hell Cannon... Talán... Ja, fun fact. Nem tudom, tudtátok-e, de ugye nagyon várják a játékba, meg ugye az egészbe a káosz törpéket, és ehhez képest a káosz törpék benne vannak a játékban, itt vannak. A Hell Cannonokat káosz törpék vezetik. Mentas még csak most jött, de ment is. Ez jó volt. Káosz marúderek. A káoszlovagok is lesznek, azt hiszem a háromban, de erről ne idézzetek, de azt hiszem igen. És akkor itt vannak még a káosz csarióták. Jó, ez remek. Egyik sem fog közelérni valószínűleg, mert egyszerűen darabokra juggatjuk őket.
valamit tudnék ezekről a nyomorultakról. Az az, hogy semmi armorjuk nincsen. Talán a Chaos Warrior-oknak van némi. Na, srácok. Mi nem tetszik? Ja, kilógunk. Aha. Monfeng, gyere el onnan. Tűjjetek ide. Ez lovasság. Várjál. Tehát ti nem. Csak ti. Aha. És ezek pedig álljanak szépen elől. Hogy tudjanak dolgozni. Hát valahogy így. Elég szar felállás, de jó lesz. Káosz kegyencek. Ez valami... Hoppá, ott jön be a halál. Ez valami heavy metal utalás, amit olyan szívesen hallgatsz. Ezt nagyon megéreztük. Hogy nem is támadnak, nekünk kéne előre menni. Remek. Jó, hát akkor megyünk előre. De hogy miért nem tartotta senki egyébként a felállást, az egy nagyon jó kérdés. Na mindegy. Jó, most meg elkezd... Oké, idióták, menjetek már. Hú, szíje bombáznak csórikáimat. Most ez komolyan ilyen... Tudjátok mit? Csak támadjunk. A Monfeng Cavalry-t arra kéne használni, hogy kiszedjük az ágyukat, mert látjátok azért az ágyuk elég komoly problémát okozhatnak. Uff, az nem volt jó. Lőj oda. Monfeng végül is átment rajtuk. Nem, fennakadt. Monfeng fennakadt? Ki tud jönni? Egy részük fennakadt, egy részük nem. De például ezek a Marauder Horsemenek már most elfogytak. A Chaos Knight-ok ellen, ugye jók a Spearmenek. Ráadásul ezek Silvering Guardok, tehát látjátok azért simán meg is álltak a Silvering Guardok. És akkor Aleria varázslatait még nem is használtam. Nincs is nekünk sok. De gyógyítsunk mondjuk... ezeken az így elszokom. De úgy nyugodtan megállhattok lövöldözni most már. Mert most már fölösleges előre menni. Hova mentek még? Öcsém. Hát ezért volt kiadva a parancs. Jó, az jó, ott ezek is itt megvannak. Hát nem, nem menekülnek ezek, csak visszább léptek, de... Jó. Na, hol van a Monfeng? Itt van. Na, sürgősen oda kell vinni őket a Hellcannonokhoz. A Hellcannonok megfogtak, nem fogok hazudni. Azért nem emlékeztem, hogy ezek ennyire brutálisak, de közben meg nagyon alacsony az életerejük, tehát nézzétek már, a hitpont el is fogyott. Bye bye hitpont. Tehát ott a középső Hellcannonnak már sanyi. De a jobb oldalinak is egyre kevesebb az kedve. Nem, mert amúgy a harci kedve az viszonylag magasan van. Az életpontjai azok nem nincsenek túlságosan magasan. De amikor ilyen van a harc, akkor látjátok, hogy nem nagyon okoznak meglepetést a káoszék. Adó egy kis gyógyítást mondjuk ezeknek. Azok már is menekülnek, ezek is, azok is, amazok is, mindenki megy. Szia Gyurci, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy.
Nightbotnak milyen izéjei vannak? Moderátor, FFZ supporter. Mi az az FFZ? Ja, South Park. Az sem a volt. Szia, csicsafej! Hát szia! Szia, kis csicsa, gyere már! Hát gyere! Hát gyere, csicsafej! Izgatott vagy a holnap? Mi a csicsafej? Jó illatod van. Macska illat. Twitchhez böngészés bővíteni az FFZ. Ez őrület. El se hinném, ha nem te írnád. Ilyenek vannak már, ilyen csodák. Na mi ízú cicafej? Igen? És milyen volt? Kaptál belőle? Remélem kaptál. Az egy seregem harmada oda, még ha negyede akkor is. És 5% visszatöltés. Menjünk ezzel. És akkor őnek is annyi, tehát mentasnak annyi. És adásul kb. Egy körülött visszatöltök mindent, amit elvett tőlem. Hát ez érdekes. Ez érdekes, Bear. Szerintem inkább akkor az lehet, hogy esetleg a többiek kapnak több bónuszt a pop növekedéshez. Tehát, hogy igazából nem nekik alacsony, hanem a többieknek magasabb. Szia, cica fej, hát mondjad! Hát Mizu, cica fej! Mondja, cica fej! Absolute control. Cooldown csökkentés, gimme. Na így viszont nem lesz arra szükség, hogy felvegyük a Kane kardját. Ugye itt már mindent elfoglaltam. Rakkart, azt hittem Rakkartot beállítottam, nem? Ezek szerint Rakkart még él is virul. Mert övé Sardenat, amit így viszont el kéne foglalni. Bár lehet, hogy hagyni kéne, hogy kicsit üsse a jó Tyrion-t. Meg még amúgy van hátra jó pár kör, meg itt is zajlik egy ostrom. Ha én kitámadnék, akkor egy decisív viktóriát csinálnék. Ezt nézzük már meg, kíváncsi, hogy teljesítenek a Silvering Guardok meg a Shadow Warriorok. Úgyhogy most erre kíváncsi leszek. Nincsenek Hellcanonjaik, szóval ilyen szempontból minden oké. Mihez hasonlítom? Mondjuk az emberekhez. Jó. Aj, te jó a macskusznak. Cice macskusz. Jön majd az erősítés, de nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Felsorakozunk itt a strandon, ez itt víznek számít? Nem számít víznek, jó. Király. Kicsit hátrébb állok azért, mert most jelenleg ő nekik lenne itt előnyük, magassági előnyük, az meg hiányzik a raknak. Nem is tudom, vannak-e távolsági egységeik, azért a káoszék meg a ez norszka sereg, igaz? Norszkák nem arról híresek feltétlenül. Amúgy, ha valakit be kell hajtani a busz alá, akkor azok lesznek, akik most érkeznek, mert ők ugye a településhez tartoznak. Jöttük a Ctrl 2, és akkor ti meg beálltok mondjuk ide. Úgy értem a busz alá. Dobj őket a busz alá. Igen, nem látom, hogy lennének távolsági egységeik.
és alacsony az armor, tehát tök gyorsak meg minden, de hogy annyira sokat nem érnek vele, mert mire ide érnek. Hát, ha ezúttal igaz lesz, amit az előbb mondtam, hogy mire ide érnek, mert kicsit kiukad a bőrük. Silvering árok egyébként közelről így néznek, hogyha valakit érdekelt volna valaha. És tök menők. De azért néznek így ki. Azt hiszem, a Silvering árok azok olyanok, hogy... Nem, az összes olyan, hogy... Mindegy, nem mondok semmit, csak butaság lesz. Hogyha itt hátba támadnak minket, amúgy az azért nem lenne jó. Hát ide beállítjuk őt. És akkor igazából rendben leszünk. Nem kell tőle tartani. A Maruden Horsemennek már most nézzétek, fogy el az összes morálja. Kezd el arra lőni, illetve az lenne fontos, hogy azt megakadályozzuk. Hogy a hozzáférjenek az égőbolt trailerekhez. A Shadow Warriorokhoz hozzáférhetnek. Bár a melléjük nem elég erős. Látsatok át, úgy... Szuper. Itt pedig induljunk előre. Meg veletek is. Mert mondtam, hogy őket kéne behajítani a busz alá. Amint csak lehet. Jó, ezek menekülnek. Akkor ti... Ja nem, bocs, ti lőjetek oda. Csak az, hogy ezek vissza fognak jönni. Szóval akár kísérhetjük is őket egy kis íjászkodással. Itt pedig, hogyha hátba támadjuk a marúdereket, akkor azok nem fognak sokáig kitartani. Te tudsz ilyen varázslatot, nem? Oda, mondjuk. Itt egy kis morálsebzés. Ezek sajnos kapnak, ezek a Silvering Guardok. Annyira nem is volt erős ez a morálsebzés, mint mondjuk szerettem volna. Meg ti is lövettek oda. Ezek a marúderek viszonylag jól tartják magukat. Ez mindenki másról már ugyanilyen lelkesedéssel nem mondható el. Itt a balszárnyon vannak érdekes dolgok, de a balszárny nem számít, mert a balszárnya feláldozható ki. Mit jelent a szignifikánsan? Mert hogy most ugye nekünk is van egy plusz 20-as, de ez mi a birodalomnál? Ez a commandment. Mekkora értékkel növeli? Képzelt cicafej. Hát ilyenek vannak itt. Láttad, hogy megvertük? Most nem voltak itt patkányok. Valószínűleg azért volt egy kicsit kevésbé érdekelt a csatában. Csok. Amúgy 63 veszteségünk volt ebben a seregben, szóval... Szerintem az jó. Jaj, de jó a cica fejnek. 40 gross. Na ez az például, látod, ez 40-nel növeli. Nekünk, vagy nekem most itt 20-szal. Tehát kétszerűen tempóban tudja növelni a provincia, vagy a lakosságát, mint a high elfek. De amúgy logikus is. Jó, ez szuper volt ez a csata. Itt most nem is akarok visszatölteni, teljesen jó a... Hát vagy a ranszomálás, vagy pedig egy kis TP, csak én ezt a TP-t mindig gyengének éreztem. 100 TP összesen. Jó, hát próbáljuk meg. Jó, és ettől nem is halt még meg a srác. Na, akkor várjál. De nem is tudok megölni, mert akkor, akkor nem kapom meg a, ezt a két egységet. Oh, are you fucking kidding me? Aj, de jó. Misztát fel tudjuk építeni, annak muszáj lesz kiépíteni egy jó védelmet. Az lesz itt a következő. És akkor Alice, who the fuck is Alice, a Spirit Leech-et növeljük rá. Igen, azért mondom, hogy amúgy lore szerint megfelel. Tehát lore szerint... Hogy a lorehoz illik az, hogy nem növekszünk ilyen őrült tempóban, csak tök rossz. Hogy már itt eltelt 70 kör, azt még mindig közelében nem járunk annak, hogy gainvél egyáltalán. Egyáltalán 4-es szinten, jó, a következő körben, de hogy akkor 5-ös szinten legyen. Csak bosszantó.
Jár a buksi simi, vagy micsoda. És nézem, megint megtámadott. Most megint meg kell, nem fog meghalni, de viszont nem is, tudta le, nem is tudtam lehozni azt a két egységet, mert nem volt üres köröm. Szóval csak öld meg, kösz. Így ezt kellett volna csinálni az előző körben, és most elpazaroltam egy kört, mindegy. Megább jó sok pénz. Bejön Egrim Torgersennek meg Sanyi. És a következő körül most már tényleg megérkezhetnek a barátaink. Akiket messzi földről hoztunk. Na itt most amúgy Alerielnek semmi dolga nincs az ég egyet a világon. Lehet, hogy akkor neki kéne állni Rakkartnak, csak mondom Rakkarttal az most a jó idézőjelben, hogy Rakkart elég csúnyán odacsap Tyrionnak, hogyha én ezt lekövetném, akkor van rá esély, hogy tudnék szerezni, elcsaklizni területeket tőle. Tehát ha mondjuk beveszi, és vagy csak lerombolja Elasselit, akkor azt utána el tudom foglalni. És az egy fájdalom lesz a seggében neki. Skavenök, hoppácska. Srácok, itt vannak izé, froték. Akkor ellopjuk a technológiájukat a következő körben. Mik vannak? És frotékkal háborúzunk egyébként még mindig. Sziobul, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Ezt most erre felé hozom, de igazából abszolútli ok nélkül. Torszedály. Torszedályt egyébként el fogod foglalni, mert nem akkor jövök én. Főleg, hogy ez a sereg most felszabadult. Mi lenne, hogyha összevonnák a Silvering Guardokat? Marad ezt kirúgjuk. És annak a helyére berakjuk ezt a hőst, aki egy handmaiden, tehát ilyen közel... Ias. Karakter. Szerintem az működne. Gem setting. Income from industry building plusz 10%, mint a vihar, mint a húzat. Úgy kérem, és GMV-t is felfejlesztjük. Amennyire csak lehet. Más fejleszteni való? Esetleg. Tudom, hogy kell lennie még. Például ennek. Csak nem köti az orromra, meg ennek. Meg ennek. Toraker. Ez ezen az oldalon van, úgyhogy igen, ezt is felfedezzük, illetve ide jöhet még egy. Ez majd 4-es szinten lesz elérhető. Hát akkor mindenhova Stone Walls. Most mindent bevédek, mint a vihar. Hát, mert most azért növekedett a pop, mert hogy növekszések nagyon lassan. Hexaltodék bebukták a rituáléikat. Pfff, gyökerek. De komolyan, szánalmasak vagytok Hexaltől. Aaaa, megmentette Elasselit. Itt van Rakkart. Amúgy, ha Rakkartot nagyon megölni... nézzétek csak, itt egy nagy sereg. Szóval Rakkartot nagyon megölni, akkor viszont lecsaphatnék Rakkartra. És esetleg oda is, amúgy ezt Lyaquint oda is irányítom. Hogyha bármikor olyan lenne, hogy Rakkartot megöljük mondjuk satában, akkor Nagronászot azonnal megrámadjuk és leromboljuk. Vagy elfoglaljuk. Elfoglalhatjuk amúgy. Ez Albion szigete, tudtátok? Most már tudjátok. Gandalfánál meg megöljük az Gorics, persze, hogy Gorics. És hát nyilván nem sikerül, de majd legközelebb. Főleg, mert most teket akartam lopni, nem pedig megsebesíteni. Covid karantén, így van időm játszani az Oxygen, amit megvettem magamnak karácsonyra, a 40. ciklus, és még nem halt meg senki. Yay! Az mindenképpen jobb, mint az enyém, ahol az első ciklusban meghalt valaki, igaz? Igaz? Most jön az első szerkezet megépítés, meg az első slime biome kiszedése. Fogalmam sincs, mit jelentenek ezek, de nagyon szurkolok neked, hogy sikerüljön. És minden álmod valóra váljon ebben a játékban. Itt elkészült a harmadik szint, úgyhogy itt szépen felfejlesztjük. A gazdaságunk nem rossz. 1200 forint bevétel. Jó, hát bevallom, nem is jó. Hey! Várj, mi? Megkaptuk az egységet.
a Sisters of Avalon, ne kaptuk a Silverhelmzet, de mégis van egy három szabad helyünk. Ó, mert elszámoltam magam. Oké, ez megtörténhet. Milyenek voltak a Shadow Warrior-ok? Jó, jók, mi? Akkor lehozzuk ezt, és lehozunk egy Chariot-öt, bár akarja tököm. Meg még ő is becsatlakozik, és úgy kint lesz a 20-as sereg. És nekem nem tudom, van még három kör hátra? Ebből a buliból. De megöltünk minden támadó sereget, és ez nem termelődik újra, amennyire tudom. Azt mondom, hogy Hexatul volt a... Oh, még egy konfederáció, de jó. Szóval azt hiszem, hogy Hex... Welcome, fellow Asa. What would you wish to do? Unwise. God damn it. Szóval azt hiszem Hexatul volt az, aki előttünk járt konkrétan a rituáléban, szóval ez jól alakult. Most azért teszem, hogy miért nem használom a képességeimet. Tehát... Etain... és Elirion között lecsökkentjük a kapcsolatokat. De nagyon durván. Én pedig Elirionnal növelem a kapcsolatokat nagyon durván, és így be fognak csatlakozni hozzám. Ez egy ördögi master terv. Jó, hát itt valami történt azzal a nagy sereggel, ami itt volt. Nem tudom pontosan mi. Clamseal. Clamseal-ba el kéne érnünk. Gyorsan! Futi srácok! Szedjétek a lábotokat. Stranger Things. Mi? Miért? Veteran Campaign. Campaign Movement Range. Az mondjuk pont az, amit most szerettem volna. De az hogy vettük fel, amikor full sales, sebességgel megyünk? Ez stupidó volt. Magic az. Meg amit még akarok, Torsadite elfoglalni. És ha sikerül, akkor még Wolzenvilt is. És ebben a következő körben, hogyha most bejön az előbbi Smort taktika, akkor... Na, megöltük, vagy legalábbis megsebeztük Goricsot. Ha bejön a Smort taktika, akkor talán be is tudunk konfederálni a srácot. Nem, most a Steel Tech jön, úgyhogy legyen az. És a kutatásban pedig... Most már ez kéne nekünk, Grand Repository. Meg Ithilmar Smith, de az van, Grand Repository nincs még. Akkor azt kezdjük el megépíteni, mert itt lassan igény lesz rá. Addig pedig Shadow Warriorokat és Silverhelmeket javítsuk. Most itt 15 körig ezzel el leszünk. Szóval mi volt az, amit mondtál? Repository? Depository? Book Depository? Vagy mi? Mondjuk úgyis Avalon lesz a következő, ahol lehet majd ilyesmit építeni. Ithilmar Smith van, Grand Repository, ez kéne. Military Advancement 3, ja. Ithilmar Smith az van valahol. Nincs, de lehetne. Van valahol? Nincs, mert semmi, sehol nincsen 4-es szintű épületünk. Szóval nem lehet. Hopp, majdnem nem vettelek észre, gyere csak vissza. Szóval megkrépíteni ezt egy magasabb szintre meg a másik épületet, és az Ithilmar, vagy a Grand Repository az ad nekem majd Swordmasters of Hoeth, az mondjuk jó. Az mondjuk egy jó cucc. Ha emlékeim nem csalatkoznak. Jó, továbbadom a kört, és akkor lássuk. Szia Salami, a helyzet tök jó, hogy itt vagy. El kell csakliznunk Elirion-t. Mindenképpen kell nekünk. Bármi áron. Na, a Nagarondiak befejezték a rituált, akkor ezek szintük előttünk jártak egyel. És abortálták a questet. Pedig olyan közel voltunk. Oké, most a Palace of Princeshez kell utazni, és képzeld el, pont ott vagyok. 2000 forint jár érte. Hát nézd, ezen nem újon. Most ez számít, vagy rendesen partra kell szállnom?
Öcsém. Ott le fogjuk morzsolódni. De megvan a küldetés, 2000 forint jár érte. És egy csata! Chaos Brigantic ellen kell csatázni. Star of Avalon jár majd érte. Jó, ezt mindenképp. Mindenképp meg fogjuk csinálni. Ha befoglalta Clamfield. Nagyon érdekel egyébként, hogy... hogyha azt most valaki megint lerombolná... Most itt őrzöm értitek a seregemmel. Mindegy, mert végül is innen is el tudok teleportálni, vagy nem? Szövetséges területről talán el tudok teleportálni, de erről ne idézzetek. És most próbáljuk meg őt. No, még mindig nem. Oké. Okay. Akkor kicsit édesítsük még az ajánlatot. Valamelyik nap nagyon fejlegesített a játék, Mortal Empire pályára kezdő törp lorddal, úgy magadra tudsz rántani mindenkit a törp szövetségesek, hogy öröm nézni és oda-vissza rohangálsz a lordodat teljesen feleslegesen. Keresem egy kicsit lélekkímülőbb játékot. És használtad egyébként a különleges stanszát a törpöknek, mert amúgy ez tényleg nagyon, emlékszem, az volt az egyik első, amit én játszottam, és az orkok nagyon nagy fájdalom a fenékben. De nagyon használni kell a Underway, vagy minek hívják itt ezt a mechanikát, mert anélkül meghalunk. Szóval én most úgy állok Elerionnal, hogy nagyon szeretnek, de szerethetnének jobban. Mondjuk kettővel jobban. És utálhatnátok Etényt rossz jobban. Nem? Ne! Ó, basszus, nem javítani akartam, dekrezálni. Ugh. Jó, mindegy. Misclick. I really want to try the vamps. They're good. Jók azok. Ezeket elfelejtettem kimozgatni innen. Franc. Na mindegy. Ez itt... Oké, na akkor Alice most viszont ki tudom mozgatni. És Torsadai-nak neki kell menni. Hát ja, az para. Nem egyszerű, nem azt mondom, hogy egyszerű, mert abszolút nem az. Milyen e-mailem jött? Ja, pff. Fucking könyvelő. Már megint a könyvelő. Visszafoglalta Clamthale-t. Akkor elmentek a francba egyébként. Shrine of Loek? Shrine of Loeket akár is foglalhatnám amúgy. Könnyű első frakció? Tyrion abszolút szerintem az. Itt a Etain, meg Tyrion. Ő a kezdő frakció, ő ilyen viszonylag könnyebb kezdő frakció. Meg ilyen nagyon basic a játék menete. Ilyen sokan van a Shrine of Lorek, ez annyira nem is gyenge. Nem, hogy itt vannak Sartóz, ők a sartózai pirátok. Ja, mert amúgy itt vannak. Ők aztán sokan vannak, basszus. Na jó, hát mentünk egy jó kört egyébként. Szia Zsemlés Kifli, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Lizard menek. A Lizard men sereggel az a baj, hogy nem igazán jó távolságiak. Tehát ott viszont proaktívnak kell lenned. Az elfekkel meg csak simán beállsz védekezni, az csá. Meg a törpök is ilyenek, hogy simán beállsz védekezni. Az más kérdés, hogy az nem teljesen elég az üdvösséghez, de 99%-ban elég. Legalábbis ami a csatákat illeti. Nem tudom, hol menjek most ezzel az asszonnyal. Mit csinálják veled? Hova menjek? Hát tudom, hogy Ulthuant kéne kitakarítani. Vagy akkor menjünk és öljük meg ezt a srácot, Rakartot. Mert végül is miért ne? Tehát ha ezt itt befoglaljuk, akkor senki nem fog már szólni érte.
Szerintem egyébként itt konkrétan azért hozta le Olannát, mert minden serege megsemmisült, tehát Rakkát sincs már a térképen. Legalábbis nekem most ez a tippem. Ide viszont te kapsz egy ilyen védekező épületet. Itt elkészültünk már Genville-ben, nem még kell egy kör. Oké. Okay. Úgyhogy most két sereggel megyünk, az rendben lesz. Most már lassan sikerülni kéne. Innen már nincs sok minden tennivaló, úgyhogy... no. Gyere erre, itt ez a sereg. Amúgy vele akár már most támadhatnánk Palace of the Princes, igaz? Tehát azt mondjuk be tudjuk venni simán. És utána meg átmenni vele ide a Fortress of the Damned-be. Itt a fej! Menekülj is, jobban teszed. Ja, amúgy, hogyha látod, hogy az AI nem mozdul, akkor persze, akkor el kell indulni. A Mulder csatlakozik, de hogy a Mulder le van szarva, mert így is háborúzok velük. És ezek, hát ezek amúgy borzasztó helyek. Azt nem szeretem ebben a játékban, hogyha nem én foglalom el, akkor más fogja elfoglalni. Szóval elfoglalom, de leszarom. Ogres, my lords. Itt vannak az ogrék. Fel is veszek amúgy tőlük párat. Pár élbelseregben nem kellenek, de máshova elkelhetnek. Jó az, nagyon jó az, hogyha van ott egy pár ogremörk. A seregben ott ücsörög. Az ártani sosem árt. És akkor ez a sereg átjön ide, a Fortress of the Damned-be. Bevesszük azt is. És meg ezt a partszakaszt így végig, és akkor a hátunkkal a falnak leszünk. Igen, a Thousand Monarch nincsen serege. Akkor megsemmisítették teljesen, és ráadásul most le is van sérülve Rakkar, szóval egy darabig nem fog tudni lejönni, és addig hát szét is tudom verni mindenét. Ó, közben sikerült a... cucc. Finnabar, the seafarer, the reigning Phoenix King, was called upon to reveal the second shard of the Star Crown. The wave fragments are cast so the tides move at the seafarer's command. The living king has done his part. Now it is time to evoke the royal spirits of old. It's a fair. Ritual complete. Akkor két köre vagyunk most lemaradva Nagaroth-tól, ami nem behozhatatlan hátrány. Megyünk Ogres, my lord, csak hogy felvegyük őket. És itt ugye nagyon nagy a lemorzsolódás. Na kit választok? Legyenek most az ogrék és a Man-Eater pisztolyosok. Jó, és mindenképpen max sebességgel megyünk. Annyi, hogy Throth viszont lehet, hogy szembe fog velünk jönni itt. Erre azért elég jó esély van most. Úgyhogy előre is küldöm Gandalfát, hogy térítse föl. Gladiator Guild Manager. Ez nagyon izgalmasnak hangzik. Olyan szempontból, hogy... what? Mire nincs már menedzser játék? Ezt a múltkor nem építettem meg, pedig meg kellett volna. Ez teket ad? Igaz? Az a baj, mind kéne. Pontosan cicafej, jól mondod. Meg ez is kéne, a Grand Repository, ami az Archive-ból következik. De ki honnan legyen nekem ennyi pénzem? Elvileg amúgy tök sok pénzük van a High Elfeknek. De hogy én ezt nem érzem.
Én nem érzem, hogy olyan őrülten sok pénzünk lenne. Mert hogy nem tudok senkivel kereskedni, és úgy meg nagyon nehéz egy alapvetően kereskedős fajnak, vagy fajjal a játék, hogy mindenki halálosan gyűlöl. Na nézzük Elerion-t. De ne izé már, hogy még megint elutasítol. Már nem maradt sok pontom, hogy rád költsem. Te szutyok. Nézzétek meg, hogy utálnak. És ilyen recent events. Ilyenek. Hagyjuk már. Elisztő, hogy tartunk továbbra is délnek. Sajnos itt már azért a vámpír korrupció elég jelentős. De szerintem, tehát hogy a Torsetite simán vissza kéne tudni foglalni. Vozenville már lehet, hogy nem lesz annyira sima. De én hiszek bennetek, srácok. Jó, léptem mindenkivel, szerintem. Most annyi, hogy ugye veled, Aleriel először a Pack Ice Bait kéne bevenni. De amúgy nem, mert Nagronáthba kéne menni először. Mert oda lehet, hogy tudunk menni, hogyha beveszük a Fordrasszon a Damned utána is. Welcome to the court of the Jó hangzik. Jó, majd elmegyünk kincsvadászatra is. Na. Hát még ilyet. Persze, minden is lesz. I bid you welcome. Jó, amúgy most már gyűlölik egymást Tyrionnal. Csak nehogy az legyen. Oh, chapter objective successful. Jó reggel, tehát már két kör óta teljesítettem a rituálét. Szóval... Ja, hogy most kaptam meg... Oké. Okay. Szóval nehogy az legyen itt a vége, hogy megtámadják, mennyire gyűlölik egymást. Most eljövünk idáig, mert pont nem érünk el támadó távolságba, de le tudok táborozni, és akkor vissza tudom tölteni az életet. Minimálisan, de vissza tudom tölteni. Az a kérdés erről... Ú, itt van még, nézd, csak egy rakár település. Itt még több rakár település is van, ezek meg szerintem Mulderék. Hát jó. Block Army, az mondjuk hasznos lesz idővel. Tehát Aleriel-el azt mondtam, hogy Ice Pack Bay következik, igaz? Vagy a fene se tudja. Amikor ez a sereg kiindul, akkor kell majd Nagronászhoz megostromolni. Csak attól félek, hogy nem tudom, 10-körig van kiütve a főni. Na, hogy az alatt nem tudom elfoglalni majd mindent is. A hősök itt ilyen kémek? Hát kémek, de közben, tehát két módon is használhatod a hősöket. Az egyik az, hogy berakod a seregbe, mint ez itt. Tehát mindig van egy lord, aki vezeti a sereget, és van egy hős, aki pedig mellette harcol. Vagy pedig a hősök előre küldöd, szét is nézhetsz velük, de adnak ilyen módosítókat. Tehát ez például itt a korrupciót csökkenti, meg Undercity-ket keres. Meg, ja, amúgy ilyen különböző küldetéseket adhatunk neki, hogy blokkoljon sereget, meg asszaszináljon meg embereket, meg ilyesmik. Közben itt beadok egy ilyen támadást is, hogyha nincs szövetséges, de szerencsére nincs, és Noctilus nagyon gyengének tűnik. Úgyhogy Torsenai kérdés nélkül easy. Hát ez nem is probléma. A probléma majd akkor kezdődik, mikor odérünk a fővároshoz. Wolzenville-hez. Tudjátok, hogy a térképen két darab Wolzenville van? Vannak még ilyen fun factjeim, akár hiszitek, akár nem. Egyik faktem fanabb, mint a másik fakt. Life leeching. De közben az nem is az. Root Marcher. És a Luaran, aki pedig vele harcol, ő pedig kap egy replenist. Csak szépen visszatöltik és mehetünk is harcolni. És akkor most ugye van itt nekünk egy Man Eater Ogre pisztol, meg két ogre. Tehát ezeket például tudom használni bármelyik seregnél, hogyha úgy alakul. És akkor mondtam ugye nektek, hogy én nagyon szeretném, hogy szeressetek. 139-re szeretnek. Nem vagyok itt teljesen tisztában a számokkal, hogy ez mit jelent. De azt jelenti, hogy még embereket kell küldenem oda. Elírja, mert ez az utolsó esélyem, hogy ebből legyen valami. Az ott kicsoda?
Ja, az is Elirion. Ja, az elég jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk szerezni, ezt a környéket. Az is Elirion. Óriási erőnybe kerülnénk, hogyha meg lenne. Hogyha be tudnánk konfederálni Elirion-t. És akkor Elis azonnal indul is tovább. És próbálunk Volsenville-t megölni. Az ebben, hogyha már ide jövök, akkor már lemorzsolódok. De muszáj vagyunk, tehát nem nagyon tudunk máshogy érkezni. Ez a sereg, ez nem tudom mit csinál, de ez gyenge lesz bármihez is. És hogyha ez az összes sereg, akkor én csak bejövök ide. Bevállalom a lemorzsolódást. Mert a következő körben vagy tudok támadni, vagy olyan közel kerülök, hogy le tudok előtte táborozni, mint ahogy itt. Ó, közben Gorics visszatért. Goricsot nem lehet elpusztítani, de azért megpróbáljuk megint. És megint sikerült. Csóri Gorics, amint meglátja ezt a dudetet, azonnal meghal. Lehet, csak hősökben álló sereg, igen. Legalábbis jelenleg nincsen ez korlátozva. Ez is folytatódó, de mit kezdjek vele? De hát muszáj vagyok elfoglalni, mert ha nem én foglalom el, akkor más foglalja el. Azzal meg... értitek? Whatever. Generáljunk egy kis bevételt, gondolom. Ennyire lehet ezeket használni, ennyire jók. Viszont Leia Queennek veszek haza kéne indulnia, hogy Nagronathot bevegye. Itt ugye meg lesz az Icepack Bay. A Trollfordot majd a végére hagyjuk, be lehet, hogy a Skavenek laknak. Ezt nem akarom kizárni. Van rá egy elég jó esély, amennyire ismerem ezeket a fattyakat. A Pack Ice Bay már olyan szempontból jó, hogy itt legalább a klíma megfelelő, szóval yay. Iron Mining Pit-et tudunk építeni, meg hasonlók. Már van velük megállapodásunk. Szóval azt már kimaxoltuk. A nyugati parton közelít egy hajó, igen. Hoppa! Kikattintottam a játékból. Erre gondolsz te. Ez a Sloppy Crookshank, ő egy kalóz, és a kalózokról... kalóz? A kalózokról azt kell tudni, hogy ők nem szállnak partra soha. És nem is tudnak partmenti városokat megtámadni. Ez a másik, ez meg nagyon gyenge seregnek tűnik. Szerintem ezt torárokat nem tudja bevenni. Egyszerűen. Torároknak... van akkor a védelme, hogy ez kiüsse. Vagy kivédekezzen vele szembe. A kalózok akkor igazán izgalmasak, hogyha te akarsz átkelni a tengerem. Mi kellene, te mit is csinálsz? Ja, ott vagy éjszakon. Akkor te harcolsz. Joe megkapja a full plate armort. Jó, megint megkérdezzük, hogy nem akar a barátunk lenni. What would you wish? Nem, de szívesen követni a Nogasszömpektet. Nem igazán értettem meg, mit szeretnék én tőled, úgy érzem. Hogy attól függetlenül, hogy gyűlöltök, nem akarok trade agreementet kötni, pedig minden jó lenne, hidd el. Nem is néztem meg az építhető épületeket. Zephyriben lett egy kis surplus, az jó. A Thousand Moor nem sokára kiállít egy egész sereget. Na hozzá a Mulder viszont sereget, ez az igazi kérdés. A Charlotte Butchers jön védeni a Volsenville-t, amit elkezdett ostromolni Tyrion? Ugye nem? Ne ölj meg Tyrion. Már a tököm veled ki van. Még nem kezdte el, de el fogja tudni. Nem, én tudom elkezdeni. Yes! El az útból, fattyú! Ez az! Fuck you! Ez vagy te! A Warhammerben senki nem nemes, meg senki nem jó fiú. Ezt szeretem benne, kivéve a kínaiakat. Ők igazi szeplőtlen jó fiúk. Ők mindenki imádja őket, és ők is imádnak mindenkit. Ez egy fakt. Te ne vitatkozzál, mert akkor rossz helyen találod majd magad, te. Te fattyú. Na, elindulunk Alerielrel északnak, mintha nem lenne holnap. Mert el kell kapnunk ezt a sereget, mielőtt nagyon csúnyán megnőne, de valószínűleg nem fogjuk tudni.
Laya Queen, hát igazából vele olyan sok megint fel tudtuk venni valahogy. Fortified Grog. Ezt nem kell tudnunk felvenni, de valamiért engedő, hogy felvegyük. Mindegy. Én nem panaszkodom. Én ezzel is elindulok így erre felé. Szerintem ott lesz most lesz szükség. A gyíkok jók. Hát a gyíkok meg ilyen... Hát a gyíkok picit rasszisták egyébként. Tehát... ők meg így alapvetően mindenkit gyűlölnek. Meg mindenkinél magasabb rendűnek gondolják magukat, szóval érted? Most hogyan definálod azt, hogy jó? In Warhammer and Warhammer 40k, everyone is absolutely the bad guy with very very few exceptions and the exceptions gets eaten alive. Igen, kb. Ezt így kell elképzelni. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a Cathaynek mi lesz így a teljes sztoria, mert jelenleg most tényleg az van, hogy ők nagyon jó fiúk, meg ők nagyszerűek, ami szerintem őszintén szólva egy ilyen felszopást kínálnak, de ne legyen igazam. Na itt elindulok erre, tudom még itt van ez a Palace of Ruin. Majd azt is le kéne rombolni, de ha ide érjük, akkor már itt van a mindenki más is. De ezeket viszont nem fogom elfoglalni. Leromboljuk a fővárosát, csá. Nem akarok ezzel erre több időt pazarolni. Ez a military advancement kéne, de még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy minden megépüljön, ami kell. Mert nincs base. Na de majd a Laya Queen itt felveszi a base-t. Ha! The nerve on this guy! Na jó, az árócsataként mit szóltok ehhez? Jó kis blackguardok jönnek. Uff. 98-as leadership-el. Hát jó. Itt igazán ezek a félelmetesek, a Cold One Dread Knight-ok azok szarok, Explosive Squeak az hát, aki tudjuk lőni. A Cold One Chariot-ok szintén gázak. Ezek a Blackguardok meg a rondabú, viszont sok van, de sőt maga Rakkart jött hozzánk, hát csak nagyszerű ember ez. Ha lejátszatnám, akkor csak a Dryadokat veszítenénk, de hát Istenem, akkor mi ebben az izgalmas. Meg a sárkány. Nincs sárkányuk. Vagy sárkány. Kénk agyait nem jött senki? Nem, hagyjad már, nem mernek. A hős van sárkányon. Jó, hát, ha csak az nem. Az a sárkány, hát oké. Hát én most itt várom az érkezőket. Most komolyan így állunk be. Álljátok meg úgy, mint valami ember. Úgy. És itt előrébb megyünk. Ja, tényleg sárkányon jön, de én is sárkányon vagyok. Vagy hát ilyen izén. Ez minek számít? Griff madár? Sas madár? Nem kell aggódni, nem kell beszarni, hát sárkány a sárkány. Sárkánynek az a dolga, hogy sárkány. Tehát gyere te is ide, mert viszont neked ilyen tök közelről kéne harcolni. Igen, itt van a Dragon Monster. Sas. Akkor sas. Ez egy sas? Egy szaros sas? Ennyit tudtunk hozni a fucking sárkány ellen? Meg fogunk halni. Élve fognak minket megenni, ne viccelj már velem. Na, mindegy. Nincs is semmi jó varázslatod, mi? Te gyere csak nyugodtan ide előre harcolni. Az viszont gond. Azokat menjünk és öljük le, de határozottan gyors sebességgel. Mert a squeak-vigák, hogyha ide érnek, akkor azok belerobbannak az arcomba. Az meg hiányzik a francnak. Ja, egy darab squeak-vig van ráadásul. Legolász! Aerohai! Ruin, Muri! Vagy nem tudom, valami ilyesmi. Cold One Chariot, az jöhet. Ezeket közben itt evakuálom.
Nem nagyon vannak távolsági egységeik, igaz? Szóval nem is nagyon tudom, hogy mit kéne csinálnom ezekkel a Morphin Cavalry-kkel. Annyi, hogy fáradtak az egységeim. Na figyelj, te ide figyelj, mert itt fognak jönni majd a squigek, aztán majd csodálkozod, jó? Már nem látok főnök. Hol vannak a squigek? De hihetetlenül frusztrál, hogy nem látom a squigeket. Valahol itt vannak, de valószínűleg megküldik ezt az egészet. Ezt idehozom. És itt meg max egy ilyet tudunk beadni. Nem, tudod mit? Gyere ide. Hidden Foes, hol? Ja. De azok csak ilyen Cold One Riderök, azok nem számítanak. Azok max ilyen viccesek, hogy próbálkoznak. Hol van a squig? Enemy Lord is wounded. Na ennyit Rakkartról meg a sárkányáról. LOL. Top kek. Nem merek nem oda nézni. Shadow Warrior-ok minden irányba tudnak lőni. Ez mondjuk elég jó. Úgy látom, hogy itt a shade-eket kéne inkább lőni. A shade-ek azok elég jó IS egységek. Hop. Ott a squig! Fussatok, bolondok! Na istenem, fussatok! Fussatok! Oh, god damn it! Jó van, akkor mindegy is. Kik vannak? Mi a Dread Knight-ok? Gyógyítsd meg őket. Szóval Rakkart nagyon gyorsan összepisálta magát, de a többi az elég kitartó. Most például itt az Elyrian Reaver Archer-ök menekülnek, de hát azt tudjuk, hogy milyenek. Ilyen gázak. A shades-ek azok jól tartják magukat. A shades-ek gyakorlatilag olyanok, mint nálunk a... Nem pont, mint a Sisters of Avalon, mert a gyengébbek, inkább a Shadow Warrior-okra tudnám hasonlítani. Jó, ez jó csata volt. Na igen, nem volt túl ilyen damázs. És Rakkart... Hát most nem hal meg, mármint a serege, viszont a következő körben meg igen. Kár ezért a... gondolom ez volt a barszárnyon. Ez a Lodenszigárd. Mindegy, mert nem sikerül úgyis a Lodenszigárdokat lassan vele kéne cserélni. Annak ellenőre, hogy amúgy jók, tehát még az endgame-ben is tökre használhatók, de most már lassan lesznek náluk jobbak is. Nem tartottak olyan jól ki ezek a Blackguardok, mint amennyire én számítottam rá. Replenishelünk maximálisan, rengeteg pénz jött be egyébként ebből most. Na te elindulsz? Úgy látom, hogy nagyon megy, aha. Hú, de megy a srác, na akkor elé megyünk. Ez az új terv. Valamiért feljött egyébként. Ajjajjajjajjaj. Na az viszont gond. Az maga throat, igaz? Végülis annyiban, oké. Ezek nagy seregek gyülekeznek itt. Ez jó móka lesz szombaton folytatni ezt a Let's Play-t. A Scry rituálé is besült. Az jó hír. Szóval, Joe, te most... kapj egy kis védelmet. Na, kapj egy Immortality-t. Igazad van, mert most is majdnem meghalt Shurikán. Úgyhogy most azzal, hogy őt megöljük... Nem tud elmenekülni, mert abból visszavonulásban van. Decisive victory. 500 replenishment, az is replenishment. És egyenes át tudok állni Nagarothnak a... Nem, Nagronathnak az ostromára. Nagyszerű. Építünk pár eszközt, és akkor utána pedig
igazából be is vesszük. Lehet, hogy még Joseph Arilis-t ki is fogjuk venni. Csak az, hogy nehogy véletlenül baj essem. Most egyenlőre itt folytatódik, ez már szombaton fog megtörténni, meg itt van Elerielnek egy kis skill pontja. Mit nem maxoltunk még itt ki? Chaos Bane, bonus versus large. Cool. Szóval nézzétek csak, ez a Throat the Unclean sereg, ez gond. Ez az Aloysia, ez nem, de a Throaté gond. Úgyhogy szerintem most így Laia Queen-nel felvesszük a... Felvesszük szépen a kardot. De most már tényleg. És úgy fogjuk megölni Throatot megint. Ott vanni. De ez majd csak a következő körben. Remélem ezúttal nem felejtem el, hogy ez volt a célom. Mondjuk te tudnál jönni blokkolni a sereget. Na, hogyha valamiket le tudnánk blokkolni, akkor addig a másikkal meg tudnánk küzdeni, az egy viszonylag jó taktics lenne. A másik az, hogy ezek meg itt közelednek. Torán rokot akarják gondolom megtámadni, felteszem. Hát azt lehet csinálni Elisszel, hogy utána megyünk a tengeren. És megüljük ezt, vagy megpróbáljunk békét kötni, de azt nem fog vele menni. De hogy megy bele, hát hova is gondolok én? Buta Balázs, mit gondol itt? Ez meg nem akart valósan konfederálni. Igen, építkezek mindjárt. Ilyen... bánya... Ezt mondjuk annyira nem kell szerintem most. Ezek viszont igen. Főleg az, amelyik teket ad. Meg itt kéne még, ugye? Csak arra már nincs pénzem. Az archive-ra van pénz. És majd a két magasabb szint kell hozzá. Jó, ez így jó lesz. És akkor ne felejtjétek, hogy még van egyébként... Ogremörk. Szóval őket le tudom hívni, hogyha a szükség úgy hozza. Na jól van, srácok, hát ennyi volt ez a mai stream. Hát azért már 4:11 van, azért ez nem járja. Kicsit még ráhúztam, mert hogy későn érkeztem minimálisan, de hogy, ja, jól szórakoztam. Én jól szórakoztam. Remélem ti is, nektek se volt nagyon kibíratatlanul borzalmas, úgyhogy beszéljünk arról, hogy mi várható még a héten. És ez pedig itt van, vagy lesz. Holnap jön Ákos. Holnap lesz a névnapom. Nem tudtok majd felköszönteni, majd esetleg becsatlakozok itt a chatben. De holnap jön Ákos. Este 7-kor azt hiszem. A Rainbow Six Siege-e, vagy valamivel, én nem tudom követni. És én pedig... Nem, holnap jövök. Én ma voltam. És aztán pedig szombaton... Szintén Warhammer 2 Total War, és az ez tényleg az utolsó, most már ígérem, hogy az utolsó Total War Warhammer 2 stream lesz itt, akkor majdam. Köszi a figyelmet, ups, nem tudom valamit, mindegy, nem történt semmi baj, és akkor, ha minden igaz, akkor találkozunk legközelebb. Legyetek jók, sziasztok!